open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk pontosan, 13 perccel. Micsoda? Nincs ennyit a világon, gyerekek. Na, mi van? Milyen új szignáljaink vannak? Új tulaj, új szignál. Mr. Megmagyaró? Megmagyaró intézkedett? Igen, leszólt. Srácok. Hogy cseréljék le a szignálokat, ez nem elég amerikai. Ha. Ez a Signal Park kicsit el van már avulva. Megkaptuk a régi slágeres effektát. És már akkor is jó volt. Igen. Mi lesz nyáron? Vogavadászat érted? Hát mi lesz itt, kérem szépen? Hát jó, majd hallgatjuk. A több is van ebből, vagy csak az openerünk? Három? Azt a mindenit, hát nem gondolt. Hát szól, amerikai tulajdonosunk szól, hogy frissítsünk a Signal Parkon. Nem az, hogy kevesebb a reklám is ráír a Viktor. Az is lehet egyébként, hogy egy kicsit nyugi van most, így közeledik a nyári szezon. Welcome in Vegas. Ez már az? Igen. Jaj, de jó vagyok. De jó, mert most, hogy legalább itt volt az amerikai, igen? Így legalább kimosták a függönyöket. Ennyi. És lett egyébként kéztörlő, meg szappan a WC-be. És kiderült, hogy milyen színűek eredetileg. És kiderült, hogy egyébként igen, ezek fehér függönyök, és nem fekete sötétítők. Tehát tök jó. Tehát ennek mind-mind volt előnye, hogy az amerikai megérkezett ide, és tartott egy 8 perces kis speech-et nekünk, mert például szóval, hogy így egészen fura dolgok, kézmosó lett a WC-ben. Sőt, mi több, kaptunk egy törölközőt igen. is. Igen. Na, majd időben. És átláttuk az ablakon, mert 8 év után lemosták. Tehát, hogy azért ez ennek igaz, az adásvételnek voltak előnyei. Nyugtával dicsérde a napot alapon, azért az ablakot még nem csinálták. Megvárjuk ki a végét. Már mert ezt nem akarta nyitogatni, tudták. Ja, azon csak nem nyitogatnak ablakot, mert ott tudod, ilyen rögzített van mindenütt légkond is. Nem lehet ablakot nyitni, tehát mi a francnak csinálják, meg úgyse fogja kinyitni. Hát meg itt minden összefügg. Itt kinyitsz egy ablakot, a hatodikon kiesik egy ajtókeret. Tehát, hogy a húzattól tudod, meg a légnyomás különbségtől, hogy nem lehet csak úgy kinyitni egy ablakot, mert valahol arrébb beszakad egy izé. Igen, mert nálunk nem azért nem lehet kinyitni az ablakokat, mert hogy rögzítettek, hanem azért, mert áthidalóként működnek, és ugye kinyitnek őket, lehet, hogy a homlokzat megereszkedne. Igen. Na, hát szép reggelt kívánom mindenkinek. Csütörtök van, elment a front, most már ez egész biztos. Te jó. Hogy csak az időjárással indítsunk mindig, ahogy szoktunk. Jó idő lesz, és hát a hétvégi kánikulát tartják. Meteorológusaink hülyen ragaszkodnak ahhoz, amit a hét elején mondtak, amikor nem is baj, vasárnap 30 fok. Jó. Az csecse. Az nagyon csecse. Jó, az tegnap is már nagyon kellemes idő volt. Attól függetlenül is, hogy azért ilyen váratlanul, ilyen meglepetésszerűen egyszer-egyszer náluk leszakadt az ég, egészen furcsa módon, 5 percet beborult, esett egy kicsit, aztán elment, meg is sütött a nap, megérekkenő hőség. Na igen, ez lesz egyébként egész nyáron, szerintem ez a kicsi lokális helyi zivatar, nagy zuhi, 5 kilométerre arré pedig szépen napsütés. Mindenesetre ez jónak ígérkezik. Mi újság van, minden oké, mindenki van? Én nagyon boldog vagyok, minden egyes magyar embernek, minden egyes budapesti állampolgárnak boldognak kell lennie, mert hogy érkeznek az új, a régi felújított régi masinosztrotainé zavódok jönnek fehérre festve, és nekem tetszenek. Amit láttam eddig belőlük, hogy tegnap készítettek felvételeket, hogy Párkánynál átlépik a határt, állítólag már Lengyelországon jól össze is grafitizték őket, amit ez tényleg mondjuk. De ezért tudod, hogy ezt a szegény embert az ágyas húz alapon, hogy megkapjuk ugye a régi metrókocsikat, amik hál' Istennek már nem régi fényünkben, hanem új fényünkben pompáznak, és szerintem tényleg jól néznek ki, és már nem kell attól félni, hogy neki támaszkodsz az ajtónak, ezt kiszakad az ajtó, és kilóg rajtad a kezed, amit tudom én, a Pöttyös utca és az Ecseri út között. Megkapjuk az új szerelvényeket, és már Lengyelországban már üzennek, lengyel-magyar két jó barát alapon. És ezt írták föl rá? Nem. De hogy már ott firkálták össze. Már ott, igen. Aztán ezt útközben már eltávolították róla. Tehát, hogy megnyugtat, mert akkor legalább tudjuk, hogy Lengyelországban is vannak grafitisek, igen. Nem? Tehát ez nem egy ilyen magyar szubkultúra, hogy az új Margitidat azonnal összefújják, 40 milliárd volt, hanem mindent összefújunk az új metrókocsit is. Igen. És ezek nálunk voltak, ezek a metrókocsik? Igen, ezek megcsinálták. Innen mentek ki, és szinte teljesen felújították őket, tehát már alig-alig hasonlítanak a régiekhez. Ezek a régi, 50 éves ilyen sötétkék, ronda, agyon égett. Most már fejszegetik, szépek.
Na jó, hát azért egy új festés, az még nem mond meg mindent. Nyilván a belső része, meg a kialakítás. Szinte teljesen kicserélték őket. Jó, de technikailag érted, az 50 éves cucc, ez nem lesz új. Tehát úgy lesz új, hogy 50 éve megtervezett dolgokat tesznek bele. Én nagy gond nem lehet velük, mert amíg ha csak abba gondolsz bele, okay, hogy úgymond saját lábon, saját keréken gurultak Moszkvától egészen idáig, úgy, hogy egy mozdony mögé kötötték őket, és onnan vasúti síneken idáig eljönnek, tehát olyan nagy gond nem lett mára, már a menetteszt is megvolt. Tehát, hogy azért az nem gyenge. Már nem bejáratos. Az nem gyenge. Én picit meglepődtem, mert lehet, hogy ez egy bevett dolog. Hát nézd, most már két naponta kigyulladt, úgyhogy valamit jól csináltak egyébként, mert előbb-utóbb én mindig mondom, valami komoly baj lesz. És mikor helyezik ezeket üzembe? Nem tudjuk meg. Nem tudjuk még, mert ugye a főpolgármester úr akarja átadni ezt. Nekem kellene egyébként, csak mondom, hogy nekem kellene, mert én használom nap, mint nap, meg gyakorlatilag 30 éve. Egyébként ez elég csak, nem most nézem én is, ezek elég jól néznek. Jól néznek ki. Ezek elég jól néznek ki. Mutatósak, én nagyon konkrétan megdöbbentem, amikor megláttam őket. Én is azt hittem, hogy ilyen ráncfelvarrás lesz, mert olyan marzója kőket lefestek. Ilyen alapon már meg hasonlítanak a négyes bentről ezek az alasztankocsikhoz, tehát ahhoz. Szerintem ez koncepció volt, igen. Egészen. Csak hát egészen jó. Egészen jó. Csak hát az alagút. Férjen be az alagútba, és legyen elég széles a peron. Tehát, hogy nehogy az legyen, a gyerek, az iskoláját fölújítottuk, de 5 cm szélesebb, mint a peron. Most akkor vágjunk le az összes peromból. Nem megy át. Ez befér. Aha. Nem. Ja igen, 4 titeket rakunk rá, most már nem fér be. Igen. És akkor most várunk arra, hogy talósul föl a vassa? Igen. Sok dolga van egy ilyen főpolgármester? Nyilván, ugye? Van. Igen. A szegényként. Hát, de hogy ha már így harnak... Harcol a bringásokkal, mint sok erejét elveszi, hogy harcoljon a bringások. Figyelj, bringások, tegnap, tehát hogy én tudjátok, én imádok biciklizni, nagyon szeretek. Tegnap egy olyan kerékpáros áthaladást láttam a stop táblánál, hogy megálltam a nő mellett, kiszálltam a kocsiból, és mondtam neki, hogy mi jöttünk a stoppos rész felől, tehát meg kellett volna álljunk. Én lassítok, két oldalról két autó, és a nő szerintem becsukott szemmel, így ment. De bringával? Bringával. Át, ahol neki meg kellett volna állni. Igen, tehát én is ott jöttem, ugye azon az alsóbrendű úton jöttünk, stop táblánk volt. És ő is. És ő jött mellettem, én ugye direkt nem előztem, megmondom, már úgyse tudok átmenni én is a kereszteződésen, álljon bent előttem szépen, majd megáll nyilván ő is, én is megállok, szétnézünk. Én meg is álltam, mind a két oldalról autó jött, és egyszer csak a csai tovább, mint az állat. Szerintem becsukott szemmel, és elment a két autó, így mondtam, hogy hú, életem, akkor neked is vigyáztak a mai bringa utadra, átmentem és lehúztam az ablakot, mondom, édesem, tényleg semmi közöm hozzá, mindenki úgy hal meg, ahogy akar, de ez a piros tábla ilyen alakkal, ez azt jelenti, hogy meg kell állni, mert az csak, stop tábla. Mert csak egy másodperc volt az, amit bellé néztél, és egyébként a két autó úgy csap el, hogy az életben maximálisan igazad van, maximálisan. Én nagyon mérges vagyok az ilyen típusú. Hogy miért kell hülyének lenni? Mert miattuk utálnak engem is. Így van, és ezért nem mersz bringára ülni, mert nyilván úgy jön az autós is, hogy a hülye biciklis megint mi az Isten csinált, és ebben az esetben a két autós, aki dudált, tökre igaza van. Mondom, egy ezred másodpercen múlott így. Az meleg, stop táblán átcsúszni, az elég meleg. Hogy? Igen. Miért ilyen hülye valaki? Az nem hangzik túl jól. De megúszta. Megúszta, meg. Jaj, hát és a válasz... Na, mit mondod? Ugye mi szokott ilyenkor lenni, szólsz bele. Ezt mondta? Ezt. A nő, ráadásul, tényleg? Igen, hát mondom, jó van, akkor jó, elbeszélgetünk, de nem is voltam. Kösz a dumcsit, igen. Igen, így teljesen nézve mondtam, hogy hello, ne haragudj, de tényleg ez a stop tábla rád is vonatkozik, és csak egy ezred másodpercen. Tudod, jó, köszi, hello. Tudod, miért szólok vele? Azért szólok vele, mert hogyha nem akarlak téged elütni, és adott esetben én ülök abban az autóban, és félrerántam a kormányt, és összecsokolózok egy másikat, nem téged féltelek, hanem azokat féltem, akik velem ülnek egy autóban, családomat féltem, meg a másik autóban a nőket féltem, azokat, akiknek semmi köze nincsen a te hülyeségedhez, azokat féltem, nem miattad, bocsánat, elnézést, lehet, hogy félreértettük egymást, nem miattad aggódok, magam miatt, meg a családom miatt aggódok, meg a vétlen áldozatok miatt. Igen, meg a másik két autós, ja. Úgyhogy jót, beszélgettünk, mondtam, hogy akkor ez megint megérte lassítani és beszélgetni, úgyhogy ennyi, hihetetlen. De ez is mondjuk ilyen emberi hozzáállás, hogy erre, hogy valaki tök normálisan szól, hogy figyelj, szerintem vigyázni kéne legközelebb, valakinek ez a reakciója, hát azt se értem. Igen, hát picit önérzetes. Igen. Sok bringás nagyon önérzetes egyébként, igen. Ezt én is tapasztalom autósként, hogy azért van önérzet. De hát tök normális dolgot mondtam, mert tényleg tök normális. Ja. Ne, azonnal megtöröm az önérzetüket a 2,5 tonnás autómmal. És te már úgy mész, hogy biztos önérzetes, igen, tehát ráhúzok. Ott önérzetes, kapjuk el. Így indulok. Igen. Na, jól van, hát akkor elindítjuk a ma reggelt ezután.
Méghozzá egy jó kis ismétléssel. Lajcsi tegnap jól felrobbantotta az internetet gyerekek nálunk azért. Én nem tudom ezt mikor tudjuk megcsinálni legközelebb, hogy, hogy ugye ma ezen a héten már volt ugye egy tulajdonosváltásunk, volt egy Lajcsis, hogy mi van még? És értem, még úgy hátra van, és még egy nap adik van. Értem. És ütörtök, van Lajcsit felhívtuk tegnap, és hát kemény volt. Szóval azt kell, hogy mondjuk kemény volt. Nekem már azért hiányzott tényleg valami konkrétum itt az elmúlt hónapokból, hogy mondja már ki valahol, hogy szerinte ki áll a dolog mögött. Hangsúlyozom, szerinte nem szerintünk, tehát, hogy mi csak a csatorna vagyunk. De Lajcsi kemény volt, és elmondta, hogy szerinte ki juttatta börtönbe. És ami a legkeményebb, hogy megnevezte. Aztán felrobbant az internet, hát én láttam egész nap az Indextől kezdve az Origóig, a 444-ig, a vs.hu-ig mindenki. Bennünket idézett, és átvette. Ugyanis hát tegnap sok mindenről beszéltünk Lajcsival, aztán amikor ez az adott ponthoz érkeztünk, akkor ő elmondta, hogy szerinte. Szerinte ki, szerinte miért, és hogy egyáltalán nem fél attól, hogy, hogy visszajuttatják a börtönbe. Hogy ez most egyfajta előre menekülés, hogy azért mondom ki, mert a nyilvánosságba kapaszkodom, és így már nem mernek hozzám nyúlni, vagy a Lajcsi tényleg tud valamit, ezt mi nem tudjuk se eldönteni, se megítélni. Mindenesetre beszélgetés érdekes volt. Igen, igen. Így kimondani valakinek a nevét élőadásban, egy ennyire hallgatott rádióban, az több, mint bátor. Az kemény. Vagy tudsz valamit valójában, és van bizonyítékod, vagy nagyon bátor vagy. Vagy nagyon félsz. Így nem van. Tudom. És akkor valakit be kell dobni. Na minden esetre. Szerinte. Tehát nem akarunk egy elhagyott szerelőcsarnokban lógni a plafonról felpeckelt szájjal. Tehát szerinte. Lefelé. Vele együtt. Ott már mondhatsz bármit, ha odáig eljutott. Ne gyújts meg! Igen, most látom, hogy a Borsba címlapon is van, hogy Lajcsi ki miatt került Rács mögé. Na, hát valaki nem hallotta a tegnapi beszélgetést. Nem az egész egyébként, ez fönt van a morningshow.eu meg SoundCloud-on, bárhol megtaláljátok. De azért egy pici részt most megmutatunk ebből, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk még a hírek előtt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Demidámak vagytok. Hát, munkaköri kötelesség, tudod. Muszáj egyébként, ez kicsit de ezért fizetnek. El vagytok kényelmes ezzel, hogy visszitek a hetet mindig, nem? Dehogy vagyunk, soha nem engedünk, tudod. Na várjál. Nagyon el vagytok ebbe az évben, főleg meg az utóbbiba is. Na várjál, mielőtt elkezdjük egymást nagyon keményen ostorozni. Ami nem baj. Mondd el, hogy hívnak, honnan telefonáltál, és utána mehet, ami a csövön kifér, de egy kicsit címatoljuk körbe egymást. Mi az idő felétek? Honnan hívtál, mit kell róla tudni, utána mehet az arcoskodás, de barizzunk, legalább az elején barizzunk egy hogy kicsit. Hogy szolgál a kedves egészségem, ilyesmi? Mit szólsz? Hogy hívnak? Hello. Na ez már nem megy, ugye? Szóval ez már nem megy. Most aztán elhallgattam. Bekapcsisztunk, mi? Ugye? Na. Ott fut a gyába. Elszállt a magabiztosság? A baráti jobb megijesztett? Aha. Uh-huh. Hogy elcsendesedtél? Ez már passzivitás. Milyen kapont? Hova tűnt? Megszakadt szerintem. Újra hívjuk. Gábor egyébként azt látom, 3 fáról csörgött nekünk. Igen, egyszerre? 3 fával egyszerre. Mit csinál, cseresz, mit lop? Az egyikről, a másikról megyet, a harmadikról paradikon. Somogy megyéből. Na, nyomjuk egy. Ready alt, aztán? Már. A ready alt. Eltűntél. Na, hello, sziasztok. Pedig itt egy helyben voltam végig, nem tudom, hogy mi történt. Valószínűleg itt a fák beárnyékolták a reggelemet, vagy én nem tudom. A fák, aha, mert hogy 3 fáról hívsz bennünket. Rengeteg, 3 fáról hívlak titőket, tehát itt rengeteg a fa. Az jó. 3. Az jó, igen. És az legalább a szomszéd fája, vagy kinek a fája? Ha fája lenne, akkor még örülnék is. Az jó. Mit csinálsz éppen, vagy mivel foglalkozol, Gábor? Jelenleg nem foglalkozom semmivel sem, és érettségit elvéreztem, ugye vártava, és azóta itt én, hát keresem a helyemet, mondtad. Te tavaly érettségiztél? Tavaly ilyenkor? Hát, 2015-ben. Aha, megcsúszott az érettségi? Megcsúszott. Mert a hangod alapján, 30 évesnek tűnsz. Hát 21-ben pedig lehet. Ja! Hát az akkor annyit nem csúszott az az érettségi egyébként. És milyen melót keresel, vagy minek örülnél? Bárminek, itt a környéken bármilyen munka megfelelne.
igazából nem vagyok válogatós. De keresed is, vagy várod, hogy a munka szembe jöjjön veled az utcán? Nem, én keresem, én több helyre jelentkeztem, csak az a probléma, tudod, hogy mindig itt elvárják, hogy hogy mondjam neked, hogy nem kell az, aki közelben van, hanem kifizetik inkább a másiknak a szállást, meg minden. Aha. Nem kell az, aki közelben van. Ez furi. Nagyon fura, én ezzel többször szembesültem már. Na, most akkor hallották a vállalkozó kedvű emberek. Három fajjal. Egy vállalkozást ráépítsenek nagyon gyorsan. Igen. Milyen meló érdekel? Mondd el gyorsan, hát tudunk segíteni. Nyugodtan bármi. Bármi? A munka az nem, mert a testalkatomból kifújra. Hát mondjuk nagyjából Janihoz tudnám hasonlítani magamat, elúszja Jani, de magasságban alacsonyabb vagyok. Mármint, hogy testalkatban kicsit vékonyabb vagyok. Nagyon, nagyon szeretnék melózni, nagyon kell a munka, fizikai munka azért ne legyen, de nagyon szeretnék melózni. Hát ez valami fizikai... Hát egy év után már az ember lehet ott tart, hogy már bármit szinte, nem? Zárójelben ne fizikai azért lehetőleg. Jani egyébként jól bír rá ebben nem hasonlítottam. Figyelj, csak a magasság az nem befolyásoló tényező. Persze. Azért, vagy vannak munkahelyek, ahol mondjuk a nagyon magas, én például nem tudok tankos lenni, bármennyire szeretnék, nem mintha az egy munkahely lenne. De hát azért a fizikai munka az elvégezhető. Igen, felé behajtogatni lehet egy T-72-esbe. Örökre. Kivel játszanál, Gábor? Ferivel. Nagyon jó. Menő. Na, akkor esetek egymásnak. Jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Két fa után van három fa? Ott is van egy. Ott is? Ott is, persze, hát sok helyen van ilyen. Gábor, csajokkal hogy állsz? Jól, meg vagyok veled. Van barátnőd? Későbbre halasztottam. Aha, tehát most nincs, ezt ki lehet mondani, ugye? Egész pontosan, így van. Munkaügyben akarsz beszélni? Később. Mivel fog? Az érdekelni jelen pillanatban, ja, hogy... Akarsz kérdezni, jó. Így, megengeded. Figyelek! Te valami fesztivált. Ne nyomkodd a telefont, Gábor! Gábor! Nagyon jó, ezt szeretem. Gábor, itt vagy? Itt vagyok, hello. Nyomkodod a füleddel a telefont. Semmit. Nagy füled van? Ilyen jellegű dolgot biztos, hogy elkerültem. Nagy füled van, Gábor? Ketté állnak, már megszoktam. Volt rá idő. Mi sípolást hallottunk, te hallottad? Semmi. Jézusom. Jó, hát... Semmi. Én megadom. Én ezt megadom. Érdekes, izgalmas játék volt. Én szerintem ott állja az ajándékcsomagnak. Hát ez az utóbbi hetek legjobb játéka. Később. Erre volt minden. Lezártok egy perc, vagy mi történt? Nem hallottad? De mi történt? Te szivatsz minket szerintem. Nem, semmilyen nem történt. Most nem már hallanak. Kimondhatod az igen, hallanak. Meg a nemet. De semmi. Nem hallasz? A telefonban tűnünk el? Tehát nem hallasz? Igen, egész pontosan. Rádióban semmi gond nincs, de itt pedig kijöttem ám. Hát tudom, másokszor iszottuk vissza, kijöttem ide. Hova mentél? Kijöttem ide a verandára. A verandára? Így van. Ha kimentél a verandára, jaj, de szép. De szép. Jól van, oké, hát elmondom, hogy mi történt, megnyerted. Nagyon szépen köszönöm, Bori. Pontosabban odaadjuk. Igen. Nagyon köszönöm. A kettő között van egy árnyalatbeli különbség, de végeredmény szempontjából igazából mindegy. Megvan, ez a lényeg. Egyedi szín vagy, egyedi stílus. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Jani. Te nem hallottad, hogy nyomkodod a telefont a füleddel közben? Semmit. Érted, nagyon pedig ránéztem a telefonról, mi történt, és azt láttam, hogy fekete képernyő, tehát ilyenkor nem tudom rányomni a kijelzőre. Aha, na jó, nem történt meg. Jó van, oké. Gábor, nem értem én ezt. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, Bali. Megérdemlett. Hello. Vigyázz magadra. Szia Gábor, ciao. Szép napot. Micsoda high-tech telefonjon, csak ránézés, már tárcsasz. Nekem is volt ilyen, amikor az iPhone-om elromlott, hogy amikor a fülethez emeled, elsötétül. Amikor nem sötétül el, mert valami érzékelő elromlik benne, akkor ott maradnak a gombok. És én hasonlóan így beszéltem, tehát picit szaggatottan értettem bárkit. Óriási volt. Igen. Nagy forma volt. Jó. Igen. 7 óra lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, csütörtök van, jön a jó idő, és marad is, úgy néz ki, egészen hétvégéig. Vagy lehet, hogy még tovább is. A hétvégén vasárnap már 30 fok lesz. Az...
menő. Illetve hát most volt tavasz, vagy nem? Hogy emlékszünk? Klasszikus, rövid ez a 20, amit te mondtad mindig, hogy te mennyire szeretsz, az azt hiszem, hogy 7 volt körülbelül. Nagyon rövid volt. Emlékszel is a beszélgetésre ott van. Mi volt ez? A tavasz. Ja? De már tovább. És ennyi. Gyorsan elment. El is ment. Viszont van egy nagyon jó SMS, ezt mindenképpen beszéltem olvasni, mert érzek benne egy pici kis, nem tudom, egy valaki kommunikálni szeretne veled, és nekem ez nagyon tetszik. Balázs, azt hiszed, szép vagy. Na, láttam én. Kérdőjel semmit. Nekem ez nagyon tetszik. Igen, tehát így érzem, hogy itt fennmaradt a hangsúly. Igen. Hát, hogy itt, valószínűleg aki írt, azt szeretné, hogyha ennek a beszélgetésnek lenne folytatása is, és válaszolnál. Balázs, azt hiszed, szép vagy. Ennyi. És se egy smiley-el semmi, persze. Azt hiszed, szép vagy. Érsek Csanád 51-es fő út CBA boltnál trafiznak. Vigyázzon mindenki. Szexádon a Rákóczi úton a temetőnél lézerezik a birodalmi háromlábúak a lakosságot. Big Buddha küldte nekünk. Köszönjük szépen. A srác azért csipolt, mert épp akkor káromkodott, írta nekünk valaki SMS-be, lehet, hogy... Automata van bent. Automata van beépítve, nem? Igen, úton a fehér Renault Thalia trafizni Érsekcsanád Sükköst felé. 47-es főút, Palagnál trafi van, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Köszönjük! Nagy Simonyban igazoltatnak a rendőrök, üzente Sanya, valami Debrecen, Pallag, Trafipax elég hosszan nézik a 60-as táblát. Hosszan nézik a 60-as táblát, igen. M5-e Szeged felé, 98-as kilométernél kamion az állokban, félpályás útzár, 2 kilométeres már a dugó. Most az M5-ösön történik minden nap valami, nem? A útfelüli felújítás van, segítsetek a szó helyes kimondásában. Van az is, meg van útfelújítás. Az, igen, köszönöm szépen. Rendbe teszik a utat. Rendbe teszik, aszfaltozzák, az már katasztrófa, tehát hogy ezt mi magyarok megint nem tudjuk megoldani, meg az arra járó külföldiek sem, de most tényleg ez egy csomó baleset volt tegnap. És nem tudom, megijednek az M5-östől. Van valami az M5-ösen, így néha így, igen, így a jó Isten rászáll egy-egy autópályára, nem? Valamikor az M3-as van tele balesettel, most az M5-ösen minden nap történik valami. Viki igény, vagy elveszett a borotván? Lustaság. Lassan, mert nem tudom, hogy hova nézzek, mert ahogy a hang alapján tájékozódom, mert ott van Feri, ott van Balázs, emlékeim szerint, de hogy... A szakállamra gondolsz? Ez nem lustaság, nem tudom, nincs kedvem borotválkozni. Egyszerűen nem, most még már egyre nagyobb, ez egy ördögi kör, és minél nagyobb, annál nehezebben állsz neki, mert annál szervezősebb lesz. Igen, kicsit Bud Spencer-esbe kezdeni. Kilók hiányoznak. Még egy 100-as föl kéne szippantanom gyorsan. Igen, de nem tudom, valahogy így, meg úgy bírom. Szóval, hogy úgy kényelmes nem borotválkozni. Majd ha már elkezd nagyon viszketni, akkor már, hogy... Az mitől van? Hogy viszket? Hogy egy bizonyos host eléri a szakállat, és megőrülsz alatta. De miért? Szerintem nem tudom. Nem kap levegőt, vagy az ízadság. Nem tudom. Néha így meg kell emeljük, hogy... Félj, de borzalmas. Az szörnyű. És elkezdesz vakarózni, mint az állat. Egyszerűen szörnyű. A másik meg az, hogy nyáron kezded el. Bocsánat, hogy szabadba vágod, csak az ő veszélyes egyébként nyáron növeszteni a szakált, meg hagyni, hogy így elburjánzom, mert van ez az úgynevezett szakálgyulladás, amikor a szőrtűszög így berobbanhatnak. Mert hogy a kitágul, miközben nő a szőr, és aha, akkor belejut valami kis, hogy hívják, és nekem volt egyszer. De a szőr az kicsit. Nagyon viccesen néztem ki, ilyen 40 darab rak tapasztal az arcomon. Hát, hogy konkrét... Ez egy szőrtűszőgyulladás, nem arra gondolsz? Hát a szőröd akkor is nő, amikor te megborotválkozol, az folyamatosan az nő. Tehát miért csak akkor tágul ki, amikor hosszú a szakál? Mert akkor több hely kell neki. Ja, világos. Igen, hát ezt nem tudjuk megmagyarázni egyébként, minden esetre. Jó néha így egy kicsit nem borotválkozni. Aztán majd nekiugrom, persze, már nagyon vállalhatatlan. Van otthon néhány alig használt gyantacsikunk, hogyha gondolod, behozom, ezt holnap lerántjuk. Az mondjuk erős lenne. Erre most rámenni gyantával, az abban van vitamin. Az vagány. Azért azt tudod, ez nem fog fájni. Nem fog fájni. Bocs, hazudtam. És abból még van egy csomó tépés utána, tudod. Azt mondja, hogy Jani, azt hiszed, okos vagy? Nem. Mert ugyanaz a szám, mint a szép vagy? Nem. Van egy viszonylag korrekt általános műveltségem, de nem vagy okos. Igen. Balázska, szerintem szép vagy, csak nagy az arcod. Mi van? Ma elindult egy ilyen személyes üzengetés? Szerintem az első játékos. Lehet egy ilyen egyébként, nyugodtan. Tehát, hogyha ezt úgy érzitek, hogy most így szeretnétek személyesen üzengetni, ám legyen. Tehát bármiben benne vagyunk. Nincsenek nagyon megkötött témáink, amit ne tudnánk elhalasztani. Akkor mi üzenjünk valakinek az országba, és az illető válaszolja. Ja, Istenem, én annyi mindenkinek tudnék üzenni. De nem, most úgy üzenjünk, hogy valakinek üzenünk, nem is tudjuk, hogy létezik-e. Kovács Pistének.
Rózsika, azt hiszed, hogy nagyon bölcs vagy. Na, lehet, hogy célba talált. Értem, most magára vetülök én. És mit kóstolok nekem ez a kis paraszt a rádióban? Megáll az a személyi viszkérom. Mondjuk viszonylag olyan nevet mondtál, igen, ami azért van esély. Van esély, hát, esély cél, cél, nagyobb a merítés. Nagyobb a merítés. Eugén mondtál volna, hogy azért kell. Felsziszent volna minden. Kevesebben sziszentek volna fel az Eugénre, de a Józsikára azért sokan felsziszennek. Nem tudok kijönni ebből, nem tudom, mi van. Hát a lepkehimlőd. Mi mindig lepkehimlős vagyok? Hát, hogyha azzal indult, akkor az nyilván nem. Vagy átváltott valami? Nyitott ablaknál az volt? Nem. Nem. Csukottnál? Nem. Ne. Na, van ablakotok? Ablaktal a helyiség? Nem. Szabad ég alatt? Nem tudom, hogy mi a helyzet. Ma véget ér a kazán történet, képzeljétek el, úgy néz ki, hogy... Csere? Kazán csere. Az nagy meló? Vagy ugyanolyan hát, a... Vissza... Az nagy meló, két napig csinálják. Ó, basszus. Mire ott mindent lebontanak, átszerelnek. Hát meg náluk tényleg úgy működik ez a dolog, mint az M0-ás, érted? Ez pont beszéltünk róla valamikor, hogy fél mondhat elég, majd valamikor körbeér. Tehát azért ez a kazán projekt már egy picit húzódik. Az öt éve hallgatjuk. Igen. Igen. Akkor már az elgondolkodik az ember rajta, hogy nem lenne jobb kint egy tábortűz körül. Most végleg megadta magát. Meg gitározni ez törtön ablakában. Ez jó, csak a legalább a meleg víz. Meg télen azért a tábortűz nem romantikus. Hát igen. Vagy nem annyira. Igen. De ez, szerintem egyiket a harmadik, negyedik futásra azt kell tudom mondani, hogy na jó, kuka. De most villámcsapás érte, úgyhogy most... Igen? Ó, hát a nagy viharok, hogy tönkretettek, de csúnyat. Ja, most a villámcsapás miatt. Aha. Persze. Ja. Most egy rohadt villámcsapás végleg kicsinálta, úgyhogy ma jönnek leszerelik, és... Igen, nem túl szórakoztató vízforralóval fürdeni egyébként. Vagy hideg víz, mert szóval én örülök, hogy ez kicsit véget ér. Tiszta vagyok, tehát egy abszolút. Aha, mindenhol. Szomszédból. A borotválkozáshoz kell a meleg víz, ugye? Igen, a borotválkozás az elmaradt, igen, mert két napja vagy három napja most már nincs konkrétan meleg víz, de megoldjuk. Egy idő után megszokja az ember. Mit? Hogy mit? Mit? Hát a hideg vizet. Megszokod egyébként, tényleg megszokod. Tehát egyre jobban trenírozod magad. Szerintem nem. Át tudsz ráállni. Igen? Igen. Akkor de nagyon jó, lesz akkor át tudsz. Tessék? De jól nem esik. Jól nem esik, tehát jól nem tud esni. Jól nem tud esni azért. Nyomunk egy hideget. Feri, azt hiszed magas vagy? Azt hiszem, nem azt, de most ezt... De most tényleg? Igen, és ezt kiírtad. Dávid Kor. Igen. Na mi vagy, azt hiszed, szép vagyok. Én azt gondolom, hogy jó képű vagy, ilyen. Bejössz. Na, hát ez nekem ma nagyon nehezen megy. Nem megyünk haza? De, zene. Mi lenne? Mit szólna meg magyaró? Mit szólna? Nem tudom, hogy hallgat-e minket. Érdekli. Ja, Istenem, tényleg nincs erőm. De van. De nincs. Hallottatok arról a fiatalemberről, aki... Na, róla nem kellett hallani. Aha. Hallottatok arról a másik történet? Na, róla se érdekel. És most zene. Kóstolgatsz, Jani? Játsszuk le, Józsika. Egy fiatalemberre elképesztő dolog történt, ugyanis 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót talált az ő számláján. Egy fordító irodában dolgozik, és a külföldi megbízó, vagy az, aki munkát adott, 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót utalt az ő számlájára. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy közel, ugye hát egy 40-45 millió forint érkezett. Aha. A 145 ezer euró, igen. Az nem rossz. Az nem rossz. Igen, az 40-45 millió forintnak megfelelő összeg érkezett be egyszer csak a számlájára. Hát megvan. Mi van meg? Kormány közül fordító volt, és ez volt a sikerdíja. Ő fordította le, hogy same in English. Ő nem tudott erről, és neki 147 ezer forintot kellett volna kapnia. Aha, és ehhez. Na, játszunk el a gondolattal, tessék. Uh-huh. Egy picit csak, úgy éljük bele magunkat a szituációba. Hát akkor forint, font, az nem, már jobban jártam volna, mint az euróval. Nem lennél csalódott, te megkapod a fizetésedet három napig, ahhoz sem mersz hozzányúlni, megvárod, hogy nem csörög neki, annyira biztos se. Tehát én most azon kicsit bátrabb emberekhez szólok, akik azért úgy tényleg elmennek játszani a gondolattal. Nem, te még nem kapod meg a gázszámládat, már befizeted. Úgyhogy hogy blöffre nem tudod, de már beállsz a postára, hogy mire a sor elejére érsz, addigra megkapod a gázszámládat. Én megnézem, tehát... kitől jött az utalás, és küldök neki egy SMS, hogy de biztos. Nekem. Minden hónapban kapom én is az SMS-t a könyvelőmtől, hogy ez biztos az enyém, kérdezi Jani. Mondom a könyvelőmnek, igen, erősít meg, hogy ez az övé, elkölteti. De tételezzük fel a következőt, mondjuk. Megérkezik az SMS a te bankszámládra, vagy a telefonodra, hogy egy teljesen ismeretlen külföldi banktól egyszer csak megjött hozzád mondjuk 100 000 euró.
30 millió forint. És az egyenleged volt eddig, mit tudom én, 110 ezer, most pedig 30 millió 110 ezer az egyenleged. Na mi van ilyen? Én azért itt volna elkezdtek örülni, hogy ez valami, mit tudom én, valami távoli rokon meghalt, és most utalt, és majd egy úgy, de jól hangzik. Azért mondom, hogy külföldi egy kicsit jobban bele tudjuk magunkat élni, ha magyar, akkor azért az nagyon gyorsan megvan. De mondjuk egy ilyen német cég egyszer csak beutal neked. És nem biztos, hogy észreveszik, mert ugye a könyvelési tételekből ott vagy 100 000 euró, 100 000 euró, és elutal mondjuk egy nap 25 dolgot, és aközötte ott vagy egy elütéssel, és egy mondjuk egy magyar fordító hely, iroda helyett egy OTP-s bankszámla számra megérkezik Rákóczi Ferencnek 100 000 euró. Azonnal elkölthető élményt és vissza nem vehető élményt vásárolnék belőle. Mi mert van? Ha veszel egy autót, érted? Mi? Mit veszel ebből? Mert ha veszel egy autót, akkor azt ugye vissza kell, tehát azt el kell adni, vissza kell utalni a pénzt, nyilván vissza kell egyébként is utalni. Tehát olyan dolgot kell belőle csinálni, ami személyes élményé válik, és már nem lehet elvenni. Tehát jó napot kívánok, van-e olyan világ körüli útjuk, ami most indul? De most délután. Aha, akkor tehát arra... reálisnak tartod azt, hogy megjön 30 millió forint a számládra, és aznap bekocogsz. Bekocogsz, de az nem elég nagy összeg ahhoz, hogy eltűnjön. De jó, de hát egy hónapos utat megcsinálsz, addig nem érnek utol, érted, egy ilyen világ körüli utat. Most van ilyen repülőgépes út, hogy fölülsz, és akkor mész szépe körbe a világba, egy röpcsivel. Leszállnak Párizsba, kicsit szép nézel. Csak az baj, nem jutsz messzire. Tehát, hogy érted, felszállsz a repülőgépet, és nyitom, hogy Bécsnél már ja, körözés. Tudod, hogy... körözés. Tehát te bemennél utazási irodámba. Szerintem azonnal egy ilyen. És becsengetnél, ilyen. És nem gondolnál arra, hogy utána a havi 30 ezeresével az unokáid is visszafizetni, majd 100 évig azt a 30 millió forintot? Hát figyelj, az már az enyém. Hát most én nem kérdeztem, hogy ki küldi, ott van a számlámon. Hát most nem? Ez egy érdekes kérdés. Én nem mernék hozzányúlni szerintem. Nem mernék hozzányúlni. Egy ideig legalábbis. Mi van, nem jelentkezik senki? Mikor van az a... nem jelent... Két hónap is nem történik semmi. De érdekes, ez jó a bankot kérdés. Bankot megkérdezed? Én nem. De hogy kérdezem, mert keresenek ők? De, hogy én nem vettem észre. Igen. De hogy így óvatosban a te saját bankodat nem hívott föl, hogy... Hogy hát így, hogy érti-e, mire, hogy hát, veletek mi a helyzet? De még fölhívod az OTP-be az ügykezelőt, hogy adok vissza egy milliót, csak ezt most rejtsd el ezt a tételt? Hát, vagy kinek osztasz vissza? Hát, hogy tudnak-e róla egyáltalán? Ja, hogy a bankodnál egy kicsit lenyomozod. Így, de jóvatosban, kamuban kezdesz el beszélgetni nyilván róla. Hozzátok, hogy nem szóltok oda. Ugye? De hogy mi? Hát, csak kérdezem, hogy... De tudod, mert ilyenkor félsz, hogy kiugratod a nyolat. Ja, de tényleg, basszus, rosszul utalt. Nem, mert abban bízott, hogy oké, így is szeretnéd, és kideríteni, de mondjuk, mert nem is szeretnéd, hogy visszavegyék. Ki az, aki engem kötelezhet a visszautalásra? Hát, a bank azt mondja, hogy kötelező vissza, azt mondom nem. Ő azt mondja igen, én azt mondom nem. Uh-huh. Ő azt mondja de. Én azt mondom, nem, akkor mi történik? Hát én ott hagynálok benneteket, én nyelvek. Tehát nem bírnám mindenkire. Nem. Kötelezhet a bank engem arra, hogy visszautaljam persze, azonnal? Persze. És de a bank nem hatóság. De mehet bíróságra aztán. Uh-huh. Nyilván vissza kell fizetni, ezt én is tudom, csak játszom, hogy meddig tudom ezt húzni. Tehát elkölthetem úgy, hogy utána 30 ezresével majd életem végig. Jó, de hogy nem érdekel, egyszer volt egy jó estén. Bocsánat, halló, de hát ki? Nem a te hibád, hogy kaptál halló, 30 millát. Nem hallom, sajnos. Nem. Viszal? Jó napot kívánok, Vadó János Gergő, az OTP-től vagyok. Halló, ki? Kicsoda? De rossz ez a valaki. Ez nem az ő telefonja. Katika, te vagy az? Az anyád a szórakozza, oda meg úgy csak berúglak, hogy a holdig repült. Nem, még egyszer mondom, Vadó János keresjük ettől és ettől a fióktól. Szóval én mondjuk elköltöm. Az jó, de az a védekezés az jó, hogy ők hibáztak. Kell nekem tudnom, hogy mennyi van a számlám? Elvileg nem kötelező tudnom. Igen, még mindig tudok nyilván levenni. Tudom, hogy nem az én, még mindig jön. Mi történt? Ez egy érdekes dolog. De felhívjuk mindjárt ezt a fiatalembert, aki visszaadta egyébként nagyon helyesen azt a 45 millió forintot, de azért úgy megremegsz, nem? Már a pszichiátriáról. Tessék? A fiatalember. Igen, kérdés, hogy tudatosítod-e magadban, azonnal téves vagy, úgy azért picit eljátszol a gondolat, mi van, ha nem veszik észre? Mi van, ha egy tétel volt a 100 közül, és ott marad igen. Ez a 45 millió? Aha, sehol nem. Se veszi. Hát miért most egy nagy milliárdos forgalmú cég, hát nem. Apró a 45. Igen. Állítólag ebben az esetben, ezt majd Tamás mindjárt elmondja, nem vették észre a hibát, ő szólt. Uh-huh. Ő na szólt. Jó, nem. Hát ebbe azért érzek egy pici balegséget. Egy idő után kiderül, figyelj, a főkönyv a végén, érted, a havi áfa bevallás van, azt nézegetjük, hogy hova mentek a pénzek. Nem?
Hát meg most, hogy érted, erősödik a forint, én biztos visszaváltottam volna forintra, utána pedig vissza euró, érted, hát a fókra. Ha azt valamennyi a pénzt, ami bejön, 30 millió, én mondjuk veszek belőle Apple részvényt. Az Apple részvény felmegy mondjuk 10%-ot, mert mondjuk 90 volt most, de már lassan 100-on van. Én keresek azon 10%-ot. Egy hét alatt. A 10%-ot megkeresem, 3 millió forintot gyorsan megforgatom, azt mondom, mert nem tudtam kinek a pénzt, hogy gyorsan bevásároltam. Enyém a 3 millió? Miért? Tiért, mert csak azt én forgattam meg. Apple szerzett jószág, Apple vész. Apple szerzett jószág, Apple vész. Na csak mondom most tényleg, mondjuk az ember tőzsdizik és látja az amerikai részvényeket. Hát menjél be a kukaszinózni. Vagy beveszek mondjuk GoPro-t, ami 8 dolláron van, és fölmegy 11 dollárra. Keresek rajta 30 százalékot. Menjen már vissza az a rohadt GoPro. Keresek rajta 30 százalékot. A 30 millióból csinálok gyorsan plusz 10 milliót. Enyém a plusz 10 millió? Tiéd, hát senkinek semmi köze hozzá. Ez a te számlád. Ha a pénzt egy hétig ott tudod tartani, és elkap, vagy kaszinóba megforgatod, megduplázod. Az meleg. Az megyek. Tegyük fel a GoPro, az minden meleg. Azért a részvényben talán van némi tudatosság, pont a GoPro azért az most nem annyira jó. De mondjuk nézzünk valamilyen más papírt, teljesen mindegy. Bemész, földobod. Veszel, Teslát, veszel, tessék. Tök mindegy. És akkor én keresek rajta, az már az enyém, én azt megtartatom. Elvilegben igen. Hát mit csinálok, akkor húzom az időt a visszaadással, és megforgatom. Így van, egy hónapig szerintem el tudsz levelezgetni, a külföldi a cég, és nekik nyilván magyar nyelvű levelet. Onnan kezdett, hogy magyar nyelvű levelet írsz direkt. Nem veszed át az ajánlottat hetekig, az visszamegy meg. Tehát ha nagyon hosszú ideig tudsz azért ezen szívózni, mire egy év után te visszaadod. De hát igazából nem tudtad megcsinálni. Nem tudtad elő visszaadni. Na, itt van velünk Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Szervusztok, üdvözlök mindenkit az egyszer egy fordítőröd a nevében. Igazi profi. Hát komolyan mondom, ezt meg se hallottuk. Hát milyen ember vagy te, hogy azonnal? Hát nincs elég bajunk így is az NMA-val. Ja, bocsi. Semmi baj. Tamás, na, mesélj egy kicsit a lélektanáról. Nyilván tudjuk, hogy vissza kell fizetni. Szerintem, ha most nem hűlünk, akkor az tényleg nagyon utána kellene, hogy az ember az azonnal elköltse. De nyilván eljátszunk a gondolattal, mégiscsak humorizálunk. Nekem meg az ember, amikor egyszer csak 147 ezer forint helyett megérkezik a számlájára 147 ezer euró? Igen, rögtön pontosítanék, egész pontosan 45 millió forint érkezett, tehát nem 30 millió forint. 145 ezer euró átváltottuk, igen. Hát igen, igen, igen. Legyünk őszintén, tehát azért melyikünknek nem jut eszébe most rögtön egy piros Ferrari, vagy valamihez hasonló. Jó, várj, indítsuk az el, hol voltál? Tehát jött az SMS, egyszer csak, hogy megjött a 147 ezer forint, tehát 147 ezer euró. Nem, nálunk nem jön SMS, mi a számla egyenleget szoktuk nézni, és hát bevallom, hogy több a nem fizető ügyfél, mint a túlfizető, tehát azért itt ez nem ez a jellemző, hogy itt pár nullával többet utalnak. És hozzáteszem ugye rögtön, hogy a német ügyfélnek nem tűnt föl lesz, hogy 45 millió forint hiányzik a számlájáról. Hogy nem, úgy láttad meg, hogy megkaptad a hónap végén, vagy megkaptad a könyvelés, vagy bármit, egyszer csak láttad, hogy van a számládon 147 ezer euró? Lényegében igen. Hát pünkösd után, kedden láttuk, hogy az irodavezetővel együtt, hogy itt van némi túlfizetés. És hát ugye azért becsületes emberek lévén, meg mi nem az a fordító iroda vagyunk, amelyik lenyeli az ügyfelek pénzét, korrektség útját járjuk, tehát nem említem még egyszer a fordító iroda nevét. Köszönjük. No, tehát magam is egyébként, tehát azt gondolom, ez egy erkölcsi neveltetés kérdése is, hogy ki hogyan áll hozzá. Azt nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben, meg nem indult meg a viccelődés itt a testvéreimmel. Öten vagyunk fiú testvérek, és hát viccelődtük, hogy azért vannak gyors kamatozású, gyors lejáratú ugye betét akciók, ahol azért meg lehetne forgatni ezt a pénzt. De ugye azért az embernek eszébe jut a tizedik parancsolat, amit ugye ismerünk. Melyik is az? Az, ne parázzák, hogy én csak ezt tudom. Jó, mások tulajdonát ne kíván. És mindig ellene megyek ennek, hogy ne parázzák. Na jó, de hát érted, ráadásul ötven vagytok fiútestvérek, nehogy már nem fordult meg a fejetekbe, hogy öt fiútestvér, tíz barátnővel egy limóban, körbe a városban, Pezsgőben fürdötök. Egy Barca meccsen Barcelonában, a Nou Campban nagyon durva, nagyon durva. Igen, a helyzet az, hogy családos emberek vagyunk, tehát azért... Persze meg, hogy nyilván, ha ez kiderül, az embert hamar megtalálják. Figyelj, az hogy nem vett észre a német cég? Tehát kvázi ti szóltatok, hogy haló, túl számláztatok? Nem is vették észre tényleg? Így van, nagyon tök lazán kezelték. Én írtam a kinti cégvezetőnek, és ő meg visszaírt, hogy
miután felajánlottam, hogy akkor ugye visszautalhatjuk, megengedik, hogy visszautaljuk a pénzt. Annyit írt így laza németsége, hogy should be okay, tehát rendben van, persze, kb. Semmi sietség. Nem stresszelték túl ezt a 47 millió forintot. Nem, tehát lehet, hogy ennyivel burigáznak minden nap, mi mondjuk, mi nem, tehát azért 45 millió forintot tegyük hozzá, hogy egy átlag ember az egész életében nem fog félretenni. És akkor még nem beszéltünk a visszautalás költségéről, ami egy hatszámjegyű összeg, egy havi fizetés, mondjuk így. Az kifizeti ilyenkor? Ők átvállalják? Hát jelen esetben átvállalták, ezt azért közöltük, hogy azért ugye mi nem gurigázunk ennyi pénzzel, mi ezt ha megengedik, akkor ezt rájuk terhelnék. Úgyhogy könyvelővel egyeztetve, akkor ez így ment. Hát szóval, ez túl becsületes, ez nem is tetszik annyira. Igen. Egy kis zsívánság lenne. Legalább egy Donald Drago, érted? Egy csomag Mentos, valami lenne ebbe a sztorivét. Azt nem jutott eszedbe, hogy főhívod a főnököt, és azt mondja, hogy nézze, itt van nálam 45 millió forint, 5 ér, visszaadom. Nincs cirkusz, gyerekek. Hagyjuk az egészet. Ötöcske marad, 140-ecske visszamegy. Felejtsük el egymást. Vagy pedig levelezgethetünk itt kicsit. Gyakodhatunk magyarul. Ugye érti? Szorakozgathatunk itt még kicsikét. Magának fog hiányozni a pénz, mert nálad van. Be tudjuk zárni az irodát, be tudjuk buktatni a céget, és tudunk csinálni gyorsan egy másik céget. Istenem, miért nem vagyunk mi ott? Komolyan, hogy miért nem egyszer nekem utal valaki 140 ezer eurót? Igen, igen. Lehet, hogy nem hiányzott volna nekik ez a pénz, ha nem szólunk, ne szólj, szám nem fáj fejem alapon, tehát azt nem mondom, hogy nem nincsenek ismerőseim, akik mondták, hogy milyen bolond vagyok meg, Balek meg. Nem, egyéb, becsületes vagy, egy tiszta, jó lehet, hogy ember vagy, Balek. Hogy tehát föl lehet kerülni úgyis a címlapokra, hogy az ember nem csal és nem tisztességtelen, hanem éppen ellenkezőleg a becsülettel és a tisztességgel is, ha valaki megnézi a tegnapi legnagyobb példányszámú napilapot, nevén nem említve, akkor így is föl lehet oda kerülni. Nem ki volt? Ja, hogy ott voltál, persze. Túlbecsületes vagy, soha nem leszel téma Kálmán Olgánál. Ja, ugye? Igen. Na, még annyit tennék egyébként hozzá, hogy nekem más jutott eszembe, egyrészt ugye a minap a hírekben szerepelt egy ausztrál hölgyemény, aki kicsivel többet kapott a számlájára, több mint 1 milliárd forintot, ebből vígan eltapsolt a 400 millió forintnak megfelelő összeget, Gucci táskákra, meg egyéb dolgokra, imádom. És a végén nem vonták felelősségre, mert jóhiszeműen költött el, ugye? Teljesen jóhiszeműen elköltöttem 1 milliárd forintot, nekem eszembe sírtott, hogy nem az enyém. Hölgyem, eddig mennyiből ért? $1000. És most mit csinál? Elköltöttem 1 milliárd forintot. De jóhiszeműen vettem azt a Gucci táskát. Igen. Hát ez ugye minden ország máshogy határozza ezt meg, igen. A jóhiszemű költő, tudod? Hát ez milyen jó. Így van. Még egy dolog jutott egyébként eszembe, fiúk, ha megengeditek. Én Brazíliában éltem egy pár évet, és ott élt egy híres ember, Ronnie Bix, az évszázad vonatrablója, nem tudom. Igen. Megvan? No, ugye ő arról vált híres, hogy miután kirabolt egy jó kis pénzes vonatot Angliában, belécelt Brazíliába, és ott vígan élte az életét a Copacabánán is. Amikor én ott éltem, akkor is ő osztogatta az aláírásokat. Így is lehet élni. Nem hiszem, hogy ez bárkinek életcél, de... Igen, csak Bix mondjuk egy darabig nem mehetett vissza Angliába, mert ugye... Rövid időt bevarták volna. Így van, igen. Nem volt kiadatási egyezmény, mi egymás, de az is tény, hogy utána olyan honvágya volt, hogy haza akart menni egy angol sörre, egy angol pubban, és végül ott halt meg. Aha, de azért volt be őszintén, hogy soha nem volt akkora csönd a fordítóirodában, mint aznap, amikor visszautaltátok a pénzt. Mindenki a munkájába temetkezett. Nyomd meg az entert, nyomd meg te az esterem. Igen. Hát ahogy mondtam, a mi fordítóirodánk nem nyeli le az ügyfelek pénzét. Aha. Jó van, ne futtasd már magad. Persze. És egy óra múlva mindenkiből egyszerre robbant ki, hogy hát te mondtad, hogy utaljuk vissza, Van egy itteni körforgás, az a helyzet, hogy én hiszek ebbe is. Na jó van, Tamás, hogyha megyünk, mert ez már túl szép. Igen, ez nekünk, ami romlott, züllött lelkünknek, ez már túl ugye? Szép. Ez az egész történet túl szép. Jó, akkor a vinám vasárnapra. Mi lesz, nem sokára? Igen, vasárnap találkozunk az ATV-n. Fog jönni egy fekete autó, egyébként erre gondoltam, hogy másnap megjelenik, és akkor kiszáll belőle valaki, és akkor egyszer még kérünk magától valamit pelikánáztás alapon. Igen. De ezt nem vártam meg, úgyhogy... Helyes, jól cselekedtél, Tamás. Igen, jó, a vége jó. Az úr meghálálja ezt. Tamás, köszi. Ciao. Köszöntöm. Ciao, hello. Novák Tamással beszélgettünk. Hello. Jó ember vagy.
Egyébként tényleg nyilván meg hát az ember, én azt gondolom, hogy azért ezt tenni, kivéve a jóhiszemű költőket, ugye? Azért egy Gucci táska csak lesz, nem fel. Azért csak berohannál az Andrássy útra, nem? Valami. Képzeld, mert a kártya ugye nem zállam. Átlépni Zimány Lindán, hogy rázza a karkötőt. Linduska, most én jövök, hello. Linduska egy nagyobb áramütéstől ott fekszik, ugye a tegnapi témánkra vonatkozva. Mondjad, mit kezdtél el, hogy? Nem hát, hogy nem nálam van a kártya. Nem nálam van a kártya, tudod, ez a baj. Na, drága hallgatók, tessék, valljatok nekünk. Írjátok meg, hogy volt-e olyan, hát ha találunk egy-két hallgatót tényleg, aki kapott úgy pénzt, hogy azt úgy finoman eltette. Igen. Nem vallotta be, többet utalt a főnök, nem vette észre, rossz helyre ment egy fizú, és ő azt egy ideig furdalta a lelkiismeret, de nem adta vissza, lenyelte. Nyilván nem ilyen horderei összegekről beszélünk, 100 ezer, 200 ezer, 50 ezer, 300 ezer forintos összegekre gondolunk. Amikor is valaki valahol félrenyomott egy entert, egy ideig ti néztétek a számlátokat, néztétek, majd azt mondtátok, hogy ez jár, és elraktátok. Valljátok be nekünk. 5 év az elévülés állítólag. Tényleg? Ha 5 évig tudod altatni, tiéd a lóvé. 5 évig kell felszívódni. Aha. Ezt honnan tudod ennyire jól? Hárvére. Hányszor utaltak félre a Danobiusban? 5 perccel múltál fél. 8. Nagyon felkészült. Egyszer vagy. Jött egyébként. Tényleg? Egyszer dupla fizu volt. Emlékszel? Duplán küldték el a fizetést, és mondtam, hogy de jó, 13. havi. Májusban. Igen. A kutyapályát már májusban szóltak. Szóltak, hogy nem, bocsi. Vissza. Vissza. Az annál nincs könyörtelenebb. Szerintem, amikor rosszul utalnak egy fizut, és vissza kell utalnod, az... már ott van a tiéd, a te számládon. Szóval az könyörtelen. Na jól van, oké, várjuk az SMS-eket, valljatok, drága hallgatók, jó? 8:30 múlt pontosan, 6 perccel jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. 3:48 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról a fiatal emberről beszélgettünk, a hírek előtt Tamásról, aki ugye visszaadta tévesen neki adott 45 millió forintot. Ő egy fordítóirodánál dolgozik, és hát egy becsületesen és fiatal emberről van szó. Ugye a hallgatóinkat arra kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy mikor volt olyan, vagy volt egyáltalán olyan, hogy valamiért nagyobb összeget kaptatok, és azt lenyeltétek. Ugye hát ebben ez az izgalmas, hogy az ember vár egy kicsit, vár, és aztán megszólal a kis ördög benne, és lenyeli az összeget. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok, Éva vagyok! Hello, Éva! Na, szia! Könnyíts a lelkiismereteden, mit csináltál? Hát, az az igazság, hogy én 2 éven keresztül havi 25 ezer forintot kaptam, még a diplomázásom után ösztöndíjként. De hogy? Hát nem tudom, gondolom benne maradtam a rendszerben, és az elején nagyon örültem neki. Aztán ugye ott volt a lelkiismeret fúderes, hogy hát mi lesz, hogy lesz, de aztán nem szóltak, én hallgattam, úgyhogy szépen eltett. Ez 2 év alatt az több mint 500 ezer forint, tehát azért az egy szép összeg. Igen, tudom. És részletekben költötted el, vagy egy ideig nem mertél hozzányúlni? Hát nem nyúltam hozzá, ott maradt, aztán... kivettem a pénzt, és akkor megszüntettem a bankszámlát, miután már nem kaptam pénzt. De jó! Igen, elköltöztél, eldobtad a lakcímkártyádat, és kimentél az erdőbe lakni. És amikor először költöttél belőle, rossz érzés volt, vagy inkább jó? Hát úgy jó. Jó. Persze. És nem is féltél attól, hogy egyszer csak valaki megjelenik, és visszakéri? De féltem tőle. De aztán ez így elmúlt. És most már el is évült, ugye? Régen volt. Régen. Igen, ennek már 5 éve, úgyhogy nyugodtan beszélhetek róla. De bátor. Köszi, Éva, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszönöm. Szia, hello. Egyszer 23 ezer forint adóvisszatérítés helyett 230 ezer forintot kaptam, lenyeltem. Hát az adóból, hát most jó, hogy... Igen. Azt, hogy ne legyen kérdés. Nekem egyszer duplán utaltak fizetés körülbelül 10 éve, nem szóltam én sem, ők sem, kérték számon, úgyhogy 2 hónap várakozás után levettem a számláról, és megcsináltattam belőle a jogsimat. Norbi küldte nekünk. Itt is azért mindenhol van egy kis várakozás, amíg nem mersz hozzányúlni, nem? Megnézed, hogy jön-e valaki. Számon kérje valaki. Norbi is várt egy igazán kicsit. Igazán becsületes az azonnal szól, mert ugye ez egy félbecsületesség, hogy azt mondod, ha ők észreveszik és szólnak neked, igen, akkor majd lépsz. Igen. Az ugye? Igazán becsületes, az azonnal szól. Szóval, de ez nem bűnözés, még hogy nem szólsz. Hogy de, meg...
Ez tulajdonképpen az. Hát tulajdonképpen persze jogtalanul veszett valaki ezt a pénzt. Hát bűnözésnek nem tudja a bűnözést. De ott van a számlán. Ott van a számlán, de nem szólok annak, aki átadta. Az még nem bizonyítható, hogy az nem lehet bizonyítani, hogy direkt nem szólt, ha nem vetted észre. Nem kötelességed észre. Egy 45 emmet. Igen, meg ha az APE utal, akkor azért már gyalogodnod kellene. APE, hogy hol lesz? Vagy a... Vagy NAV. APE, Jézusom, te komcsi vagy. Neki még honnan jön pénz? Nagy évek keresztül fizettem az APE-nek, hogy ez így beér. Tehát 96 óta vállalkozó vagyok. APE. Mi van akkor a 40 milliós NAV inkasszó van a számlán, és egyből leemelik? Ez egy jó kérdés. Hát akkor szólsz a németnek, hogy várj egy picit. Menj abban, látod azt a nagy szép házat? Na, tőlük kér vissza. Az meleg pite. Igen, egyébként jó a felvetés, hogyha van egy inkasszó. Tőlük nem kapsz vissza sohasem. Az biztos. Online beléptem a bankfiókomba, és 9.190.000 forint volt a számlámom. Nagyon örültem, aztán rájöttem, hogy a demo internet bankba léptem be. Ha a 367.000 forintos havi fizetésem helyett 3.670.000 forintot kaptam, nem szóltam, nem derült ki. Ne hívjatok. Érted, egy hallgató. Azért az is szép, pont a tízszeresét kapott, egy éves fizetését, igen. Diákmunka címen utaltak 5000-et, betudtam annak, hogy 1983-ban a nemzetközi építőtáborban az NDK-ban keveset fizettek. Jó, mondjuk nem robbantottál, igen, nem robbantottál bankot vele, de... Igen. Karácsonyra rendeltünk egy gyerekjátékot online játékboltból, nem küldték, ezért a feleségem felhívta őket, hogy mi van, másnap meg is ott a csomag, viszont december 23-án jött még egy csomag, valószínűleg elkevertek valamit, egy 35.000 forintos Fillipóni volt. A visszaadás szóba került, de inkább odaadtuk a fiúnak karácsonyra. Ez a visszaadás, ez hogy kerülhetett szóba? Visszaadjuk? Igen, nem. Becsomagoljuk is, odaadjuk a gyereknek. Igen. Vissza, nem. Igen. Ez egy gyors megbeszélés lehetett egyébként. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel. Sziasztok, Zsolti vagyok. Hello, Zsolti, mennyit nyúltál? Én konkrétan 3 havi fizetésemet, de úgy, hogy az előző cégemnél ugye fölmondtam, a következő céghez elmentem, ott dolgoztam 2 hete, egyszer jött a bankszámlára a lóvé. Hát mondom, a főnökömet felhívom, már kicsit sok jött, de mondta, hogy ők még nem is utaltak. Na jó, van, bebalaktam a bankba, megnézem, hát ez az előző cégtől van. Na jó, akkor ezt úgy szépen elsúnyogjuk, gondoltam én, de következő hónapban is jött, a harmadik hónapban is jött. Nem mondott kommentet, az előző céget 3 havit egymás után? 3 hónapig, és azóta se kerestek, pedig ez már több mint 6 éve volt. És 3 hónap után, amikor leállt a pénz, nem mentél reklamálni a gyerekek? Ho-ho-ho. Csak 3 hónapig utaltok a kilépésem után. A pénznek se hol. Gyerekek, hosszú hétvége van, ha utaljatok már. És mi lett a vége? Semmi, igazából lenyeltem a lóvét, abból megcsináltattam ezt, azt ennyi. Nem is féltél, hogy áttörnek egyszer csak, hogy visszakérik? Vagy nem volt egy kicsi lelkiismeret furdalás? Igazából a második hónap után már nem volt, mert jöd. Aha. Nem kereste senki. Jó, ez mit hát kiabáljon az ember, persze, nem? Persze, annyira jó munkaerő voltál, úgy gondoltak egy utolsó, hogy alul fizetett voltál. Igen, kicsi. Nagyságrendileg mekkora összeg volt? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hát kérdezem, hogy 100 000 is nagyságrend. 130 000 forintról volt. Havonta. Hát azért az 3 hónap alatt azért az baj, nem 500 000. Igen. Ha nekik nem hiányzott, érted? Igen. Az ő bajuk, nem? Hát... Igen, teljesen. Igen, hogy az ember azért ezt mennyire jól meg tudja magának magyarázni. Mert ugye ott a lehetőség, hogy egyébként fölhívd őket és visszaad. De hát ilyenkor igen, ugye, igen. Ilyenkor az, hogy az ember kicsit megmagyarázza. Hát a ilyen ilyenkor az embernek eszébe jut az, hogy ugye, hát itt is volt ne részükre egy kis mocskosság, ott is, szóval akkor oda-vissza megy a játék. Így van. Sose volt klottyó papír. Megértemlik. Szemetek. Hát meg szoktam mondani, hogy ugye az élet az egy kibaszott társas játék. Az. Mi így soha nem szoktuk picit mondani. A társas játék erős volt. Igen. Köszönjük, hogy elmondtad, ciao. Az élet. Hello. Meg... Igen. Srácok, komolyan már valami más téma nincs, légy szíves, annyira ki vagyok már. Na. Valószínűleg Nettinek nem utaltak soha semmit. Megzavarta a pénz. Netti a rossz végén van ennek a történetnek, és ez nem bírja hallgatni, hogy itt hány ember vett föl jogtalanul. Hosszú hónapokon keresztül fizetéseket, Netti kiborult. De bírom az ilyen SMS-eket, ma nagyon ilyenek jönnek. Igen, nem? Igen. Kicsit nekünk szólnak be, kicsit unják a témát. Hát most ez milyet van. Miért szeretnél, Netti, mi legyen? Netti, mivel foglalkozzunk? Ez a sok becstelen ember. Tessék, Netti, ha te most itt ülnél, mivel foglalkoznál? Mi lenne ma reggel a téma? Mit szeretnél? Mit beszélnél meg? Mi érdekel? Írd meg nekünk, csak kíváncsiságból. Megborotválnám Balást. De nem lát engem, nem tudja, hogy mennyire brutálisan szörös vagyok. De mi az, ami most téged érdekel, Netti? Ebben a pillanatban. Küldj egy SMS, hogy ha te most itt ülnél, te szíved szerint miről beszélnél. Érdekel tényleg, hogy mi van a kis erőn. Miért vagy ennyire szomorú? Mert Netti szomorú. Igen, mi a baj? Hogy valami baj van. Igen. Valami baj van.
Reméljük, nem nagy a baj. Igen. Anyukám a cégénél kapott 250 ezeret titokban, 10 évig forgatta különböző lekötésekben, majd vett belőle egy lakást. Mondjuk ma nagy tőzsdecápa azért 250-et bepörgetett, ha csak nem 83-as a sztori, mert akkor azért annyiért kijött egy panellakát. Ez most mostani történet, akkor a mama nagyon jó, akkor nagyon jó információi vannak. Azt hiszem, 70 kb. Ennyiért vették a telket apám. Utána 250 ezer 10 év múlva 70 milliót csináltam belőle, és vettem a Bimbo utcában egy családi házat. Egyébként mama ügyes, tehát mondhatni pénzügyi zseni. Ez most ugyanaz a lilla, nem ugyanaz a lilla. Na jól van, oké, köszönjük az SMS-eket, lezárjuk. Még ha neti érdekünk, azt megvárjuk. De most játszunk. A kérdés mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Lészhebére faszil. Hozzájállat, életfeszil bennem. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, Elina vagyok. Elina. Hello, Elina. Így van. Sziasztok. Hello. Így hívnak, Elina? Hát így. De azt hittem, amit döntöttek így. Nem is hallottam még ezt, hogy Elina. Nem szokták, félre szokták érteni. Edina, Elvira, Eliza... Van egy kis baj, amikor itt telefonon keresztül valóban be kell jelentkezned, nem gondolom? Hát akkor is, Betűzöm. Honnan hívtál minket? Gyöngyösről. És mit csinál? Mi folyik ott Gyöngyösön? Televíziós szerkesztés műsorvezető vagyok itt a Városi Televízióban. Ó, azt a mindenségnek, gyerekek. Milyen műsorokat szaktárs, szerkesz. Kolléga? Milyen műsorokat? Nemrég a ti kollégátok is volt nálunk. Igen. Zsül. Tényleg? Az áruló! Halknizott. Mit csináltál Gyöngyösen? Tessék? Halkniztál? Meglátogattad a Gyöngyösi tévét? Előadást tartottál? Adjad már, Zsűr. Senki nem veszi, hogy így barátkozol a Gyöngyösi tévésekkel. Osztottad az észt. És így kinéztél reggel, 10 órakor véget ért az adás, mit csináljak ma? Elmegyek, meglátogatom a Gyöngyösi tévét. De jó lesz Gyöngyös felé az M3-asan. Ez jó. Találkozunk a nagy előadóban. És ott te műsorvezető vagy, Elina? Az is, meg szerkesztő. És milyen műsorod van? És portás. Igazából a Híradót szerkesztem, van egy közéleti magazin műsor, van egy péntek esti, hát ilyen talk show-szerűség, van egy, amikor ilyen érdekes emberekkel... Jézus, a hány műsorod, amit lebetegedtek a többiek, vagy egy műsorvezetőt foglalkoztat a Gyöngyösi TV? Hány műsorod van neked, úristen? Sokat dolgozunk. Abetyár, érdekes emberek, mint Zsül. Zsül vendég volt nálatok? Zsül vendég így volt? Így van. Komolyan? Így van. Beültél beszélni? Hosszú folyékony mondatokban? Azt a minden. És miről volt szó? Igazából a munkájáról. Az életről. Jézus Isten! De lemondta valami vendég? Vagy mi történt? Valaki kiesett? Valaki lebetegedett? De az... Nagyon jó témakör. Az élet. És azért, mert hallottátok nálunk, és azt mondtad, hogy milyen érdekes ez a Zsüla, hogy itt ül a Balázsik mellett, hívjuk meg vendégnek ezért? Nem, igazából nekem egy munkatársamnak ő volt csoporttársa, hogyha jól tudom. Igen. És elkezdtünk róla beszélgetni. És tartozott neki pénzre. És így tudtátok vissza, hogy becsaltátok a stúdióba. Lehet, nem tudom, hogy mi van a háttérben. Na jól van, figyelj, én mondom, hogy van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk. Legyen a híres ember. Legyen a híres ember, óra indul, figyelj, így szól a híres ember. A élúj kilduk. Hát mutatom még egyszer. A élúj kilduk. Kicsoda? Udlik Ildikó. Hogy? Hogy mondod? Udlik Ildikó. A élúj kilduk. Júlia, bocsánat, Udlik Júlia. Bocsánat. A legendás televíziója. Udlik Ildikó, csak egy Ildikó. Csak egy 40 évet volt a képe. Igen, nagyon sokat szerepelt egy Antal Józseffel. Betudjuk ezt az izgalomnak, jó? De megvan az ajándékcsomag, meg se hallottuk az elsőt, hogy nehogy az legyen rossz válasz volt. Udlik Júli, így van. Bravo, úgy is mondhatnánk, Olli. Így van. Elina, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Küldjük, jó? Köszönöm szépen, jó munkát nektek. Puszi, hello, ciao. Nem hakniztál ugye Zsűr ilyen benfentes dolgokkal, tudod, hogy mesélgetél. Hogy ott ülök Balázs mellett és... vagy ilyesmi. Ugye? Nem? Kibeszéltél minket? Nem mondtál sem? De, Zsűr, na, volt valami, vagy nem volt? Mi? Volt valami. Szaftos pletyó. Nem mondott semmit, szerintem.
Én kérem, átküldöm Balázs telefonszámet, siessünk, megnyitnak. Kedves! Ez a Zsül fiú vagy lány? Gyerekek, fiú. A Zsül fiú. Itt ül mellettem már egészen régóta. 3 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Új szignál, 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, folytatjuk. Többen kérdezitek, hogy nem kérdeztek semmit. De én akartam mondani, és rátok fogtam. Jó idő lesz hétvégén, jó idő lesz, 30 fok. 30 fok lesz már vasárnap. Úgyhogy lehet szabadban mindenféle jó kis programot tervezni. Azt mondja, hogy Gyula úr gyöngyösi riportját az Élet Sebestyén Balázs árnyékában címmel sugározták. Titkok Balázsról, attól zég! Jókat írnak a hallgatók egyébként. Igen, Zsűr riportja, így láttam Sebestyén Balázst a gyöngyösi. Igen, ugye volt egy hallgatónk, aki a gyöngyösi tévétől telefonált, Elina, és kérdezett, hogy Zsűr volt az interjú alanya, és ezen mi picit meglepődtünk. Idé, tudod, macska köröm, néha össze a könyökünk. Nováki Gyula műsora. Vendégünk Nováki Gyula. M1-es Budapest felé 23-as kilométertől nagy dugó, több kilométeres torlódás, szép napot kíván nekünk, Bogi. Aztán az M1-es 90-es kilométerénél ez ugyanaz lehet? Nem, ez a 23-as kilométertől van dugó. A 90-es kilométernél Pest felé autó az árokban tart a műszaki mentés, Dávid 94 küldte nekünk. M7-esen a 133-as kilométernél mindkét irányban mérnek, üzentett Tamás, ott is vigyázzatok. Rákóczi itt Pestre vezető oldalán a belső sávban áll egy autóval, egy kis torlódás, Krisz küldte, valamint Gödöllő és Kerepes között a régi 3-as úton torlódás, mindkét irányban, útépítés van mindkét oldalon. Foglalkozzatok azzal, ha már témát lehet javasolni, mi a jó praktika, hogy ne izguljon az ember az esküvői, most lesz szombaton, és nagyon parázunk. Eszter és Laci küldte. Ha mondj nemet. Be kell rúgni már reggel. Igen, mondd le! Vagy igen. Igen. Hát mi, mert nem tudsz ilyen praktikát, mert úgyis mindenki mindig izgul. Szóval azt nem tudod, most mondok valamit, tehát ott te még izgulni fogsz hétvégén. Nem? Meg hát minden olyan, ahogy, tehát hogy ott már mit izgulsz, nem? Előtte izgulj, hogy jót veszel a feleségül. Na ez nézd, a legfontosabb. Szóval hármunk közül. Én így van gondolnám. Valaki, aki nem adhat tanácsot, de még csak nem is sóhajthat, aki meg se szólalhat, aki a szájára nem veti, az te vagy. Aki még mindig puha. Tartja magát. Jó? Aki még mindig tartja magát. És mi már puha, oda dobtátok magatokat. Mi már odaadtuk, már beáldoztuk magunkat. Ennyi. Tehát tanácsot maximum mi adhatunk. Mert te érted? Hát hogy te... én nem izgulnék már ott a helyzet. Már hova? Minek? Előtte kellett volna izgulni. Kakis lenne a bugyi, hidd el. Aha. De mire? Van elég itat nálad? van mit enni? Ferinek van. Egy kérdés, hogy gyerek, a mixer megjött már? Itt vagyok, Feri. Rendben van. Akkor ennyi hatunk ki. Hát nem... Meg vagyunk egy környi. Inni van mit, akkor mi baj lehet? Megjött a cvakos kamion? Jó van. Még egy. Igen. Jó, rövid van. Igen, sörít van. Jó, akkor mehet. Semmi gond nincsen. Be van hűtve, Ferikém. Akkor essünk neki. Mikának tetszik a ruha? Igen. Kézzel, de fel izgulsz. Szóval, hogy igen. Abszolút izgulsz. Tehát, hogy mindenki jól érezze magát, a mennyasszony szép legyen, ne hibázd el, amit mondani kell. Jó idő legyen, mindenki jól érezze magát. Tehát van egy csomó olyan kicsi összetevő, ami miatt egyébként azért átragad rád az a fajta idegesség, amit nyilván a nők indítanak el már az esküvő előtt fél évvel, amikor elkezdik beosztani az ültetést, és megcsinálják az asztali díszt, és mindent egyenként le kell okoznod, és
mindennek nagyon örülni, de mire odaérsz, addigra te is elkezdesz azért kicsit izgulni. De ne hibázd el, amit mondani kell, ott azt mondod, hogy nem, igen. Vagy letérdelsz, és a cipődre fölírod, tudod? Help me. Az zseniás. Szóval, hogy elkezdesz izgulni a végére, kéz, átragad rád, hogy érkeznek a rokonok, hogy fogadod őket, hogy ott kicsit mindenki miattad jött, hogy ott kicsit azért úgy tudod. Szóval, hogy az ember attól úgy egy kicsit feszeng is. Én az a típus vagyok, akik nem szeretem, engem ünnepelnek. Én mindenkinek a születésnapjára megyek, de én nem bírom, egyszerűen nem bírom. És azért az úgy átragad rád, hogy jönnek, megérkezett el mindenki, Marika néni, miért fordult be az árokba, hol van már? Nem talál ide. Hívtok meg, még mindig nincsenek. Janiék, most hoznak-e valamit, de nem? 40 éves, de még nem ismeri az órát, még mindig, mert nem tudja érni. Az igen, akkor szerintem egy ilyen 5 kilométerre voltunk, és egy bekötő után, egy földúton öltöztünk éppen át. Konkrétan ez történt. A vazott család jött az esküvőre, félreálltak egy bekötő úton átöltöztünk. Valahol a pusztában. Az Altónak által, és ott öltöztünk gárgyas, és kicsit száraz lett a cipő. Úristen, ez egy kusturica film. Igen, nem a kajára ott voltatok, jól időzítettek. A legfontosabbra megjöttetek. Kapták krémest, volt süti, boldog voltál. Tehát, hogy igen, előítem, mi volt? Hú, jó, utálom. Semmi gond. Szertartásra lemaradtam, nem baj, mi a kaja? Az jó, azt szeretem. Abból kettőt kérek. Úgyhogy kézzel izgulsz. Nem is nagyon tudsz mit csinálni. Pici rövidet, ha töltesz, az segít. Az segít egy többet, mint máskor. Igen. Többet, mint máskor. Ne töltsük, de azért legyen valami alap. Jó. Többet, mint máskor, igen. Jó, de hát nálad, most már kötelező egyébként a világra szóló. Tehát, hogy azt tudod, hogy nálad nem lehet ilyen kis első nyakos. Ez hajszolni engem. Nem, hát mert nálam is kompatibilis volt. Tehát a velem kompatibilis volt a saját esküvőn, de nálad aztán tényleg ez a hetet hét országra szóló három napig dínom, dánom, eszem, iszom, ereszdel a hajat. Nézel engem egy három napossal? Már Az egy komolyabb poncó. Mi van? Hogy én leesett a polcra, hogy jókai szöntek. Így nyílt ki Máriás. Ki vagyok én Máriás? Három napos esküvőt tartsa. Nem, arra gondolok, ezért az komoly lóvé. Hát az, tehát az még azért be kell vállalod egy-két izét. Egy-két jó haknit, mind a nagy vastagon. Egy-két zsíros haknit vasárnap délután, ha nem tudom, hol. Hát vagy szedjük össze itt adásban, érted? Én hajlandó vagyok mindenre. Beszálltok ti is, és akkor összerakjuk. Hú, azt nagyon nyom, ilyen barter esküvő. A gyűrűt, a nem tudom ki. Ferencék ételét az esküvőjén, a nem tudom milyen svéd azt a kávé szolgáltatta. Az esküvői ruhát Ferenc párjának, a nem tudom mi. Egyébként meg kéne csinálni. Egy ilyen, ez nagyon nagy lenne. Egy brutál mutyi lagzi lenne az egész. Nem már. De úgy, hogy a gyűrűt utána vissza kéne adni. Hát persze. Igen. Ez nagyon nagy lenne. Meg kedves örömabban. Örömanyom. Smuk Kft. Kedves szponzorok. Köszönjük szépen, hogy eljöttek Rákóczi Ferenc esküvőjére. Kéne csinálni egy ilyet. Egyébként igen, szóval most már vagy megcsinál nagyba, vagy nem csinál se oda. Nagy, viszont 100-200 emberrel etetni, itatni, azért arra készüljél föl, hogy azért az... Bár, hát a mennyasszonytánc, Feri, hát visszajön. Mennyasszonytánc. Visszajön. Hát mennyasszonytáncot kell csinálni. Az én haverjaim, tehát most a... ők már nem fognak tudni táncolni akkor. Az is igaz, hát, az idő éjfél. Jövök, Feri! Megfognám mankómat a ragyom. Itt vagyok, Feri! A lábának nem kell a keze működje, hogy bedobja. Hát figyelj! Az a jó, ott vissza tudod hozni. Hát valami kiraktok egy ilyen dézsát. Hát jó. Attól függ, hogy mennyire adakozóak a rokonom. Hát... én mondjuk mindig úgysem berakok egy ötös, de kiveszek egy 20-as tocsit. Benyúlok a rongyalát, tudod, jó. Keverek, kavarok, okay. Kicsit belesek. Egyes bemelkinek nem 20... kell jönni, megvan. 20-as visszajönni. Gratulálj, Fenty. Arra 20-asból tudsz visszaadni. Egy 18-at. Jani szokott bedobni. Hétvégén az esküvőn, egy esküvőn, nem mondom kinek, a bérlet szávényét adta oda konkrétan. Tehát erre így számítsál a mennyasszony táncnál. Másik ember, akinek nem kell jönni. Több, mint egy 10-es. Mi egy kisebb készpénzösszege járultunk hozzá a párnász útjának boldogságához, Jani a bérlet szelvényét tudta berakni. Tehát, hogy... na, ennyit. Igazán gavallér volt, és még másfél hét hátra volt belőle. De úgy, hogy hétfő mondta, hogy ezt vissza kell kérnem. Igazi gavallér vagy, egy úra. A legszebb az, amikor te bedobsz, és az összes haverod ott áll, és úgy csinálnak, mintha ezt ők adták volna össze. Igen. Egy ilyen. Jó, igen. Hát ez a legnagyobb. Tudod, hogy egy hirtelen egy megjelenik körülött egy ilyen kisebb tömeg. Nekem volt ilyen. De mit, hogy valaki beleadó? Én dobtam be egyedül, igen, pénzt, és így hátra nézek, vagy hát nem a mennyasszonytánc, hanem amikor átadod az ajándékot, mondtam, hogy én nem ajándékot vettem, mert van, ami kell. Igen. Vegyetek azt, itt a boríték, tessék. És egy nagyon jó komoly összeg volt benne, és így hátra nézek, és az összes közös haverunk ott állt, és azt mondta, hogy igen, ez az.
Bácsi, igen, nem érdemes. Ez közös, közös boldogságot. Ma most ennyire futottam. Na basszus, gyerekek. Hát akkor adjatok bele, és az már senki. Az rohadékság. Az rohadékság. Na jó, van, visszatérünk majd erre, gyerekek, de most csütörtök van, ami azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Gáborunk. Hello! Szervusztok, jó reggelt! Hát ezer éve nem találkoztunk. Igen, igen, rég volt. Hákniztunk, ugye, turnéztunk, igen. Nem voltál. Tornád baranyát bejártátok, én hallottam. Pont csütörtökön, ahogy Csabán voltunk, eszembe jutottál, mondom. Most a Gábor rovatlan. Na, eszem még egy kis kolbászt. Hogy megverni? Csütörtökön pont Csabán voltunk, tényleg? Csabán lett volna Gábor rovatlan? Hát akkor lett volna csütörtökön, de inkább füstölt kolbászt ettünk. Ez is jó. Csak... Erről beszéltünk, hogy a Békés Csabán nem biztos, hogy nekem kell jelenni. Nem, egyébként nincs igazad, mert Békés Csabán olyan vega termékeket kaptunk ajándékba, hogy elképesztő. Igen. Már láttam is, hogy állítják a kereszteket, ami megfeszítettek volna, csak igen, nem jöttél, és gazdátlanul álltak ott a keresztek az út szélén. Egyébként a füstölt gabonakolbászt is ott gyártják. Azért. Ki az az áruló? Hallani akarom a nevét. Az ízvilága hasonló, csak ugye igen, nincs meg benne a husi. Na, mi újság van, Gábor? Hogy vagy? Köszönöm kérdésed. Igazából rengeteg a kérdés, ami érkezik, úgyhogy én vagy sportolok, vagy előadok, vagy éppen e-mailt írok, válaszolok, vagy éppen tanácsadás van. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sok az érdeklődő, sok a kérdés. És amiből ma készültem, hogy a gyerektáplálkozás, ez is nagyon sokszor felmerül. Abszolút, tehát van mit csinálni. És hát ma ünnep van, mint na, biztos tudjátok. Hiszen... Mi van, a Zab világnapja, vagy a tápióka világnapja? Nem, hát az a könyv, amiről beszéltük, ugye. Szent Csia mag ünnepe. Ma mindenki erőturmixot iszik. Igen? Nem, hát ma érkezik Magyarországra, ugye Colin professzor, Colin Campbell, aki a Kína tanulmánynak ugye az atya, illetve a kutatást publikáló professzor, és hát én magam is hivatalos vagyok, és megyek meghallgatni délután. Budapesten. Menni. Hát, azt olvastam, azt a könyvet, az megdöbbentő. Jó vastag, te egy ideig nem mertem hozzányúlni. És kevés a kép. Megriasztott a belelapoztam, kép is kevés volt bennem. Viszont egy olyan információ sor dolgoz fel, ami a mérvadó, tehát sok-sok millió embernek az eredménye, hogy ugye a civilizációs ártalmak és az étrend hogy függ össze, hízás, lágbetegség, cukorbetegség. Úgyhogy a professzor vélhetően forradalmian új dolgokat fog mondani, ami nem lesz mindenkinek talán új, aki ezzel a témával foglalkozik, de várjuk, és kíváncsiak vagyunk rá, mert új híreket mond. És alapvetően az a cél, hogy az emberek előzzék meg ugye a bajt, hogy minél kisebb mértékben legyen szükségük később orvosra és gyógyszerre. Ez a lényeg, a tudatosság, a személyesség. És ezt már gyerekkorban el kell kezdeni. Így van. Vagy érdemes elkezdeni. Nyilván a szülő kezdi el a minta, ugye Celzer professzor is mondta még anno, hogy nem is a gének önmagában, hanem a szokások öröklődnek idézőjelben. Tehát a szokások jobban beíródnak, mint gondolnánk. Vagyis amit én eszem, azt arra gondolsz? Tehát, hogy a gyerek átveszi? Gyermekkori szokás, igen, hogyha a szülő nem reggelizik, akkor a gyerek sem fog, hogyha az esti vacsorákat szokta meg a család, a zsíros ételeket, a sós, túlfűszerezett füstölt ízeket, gyors leveseket, ha a család gyakran jár éttermekbe. Tehát a gyereknél ezek szoftverek abszolút működnek, és később ugye a szociológia ezt oktatja, hogy akkor is, ha nem akarja, ezek működni fognak és életbe lépnek. Ugye itt a felelősség a családnak, a családi szokásnak, és itt nem arról beszélek, hogy egyszer valaki elmegy valahova, hanem napi szinten mi történik a családban. És mit hoztál nekünk ma? Igazából, ami igazán nagy igény, ez a gyerek és fiatal táplálkozás. Mit adjak a gyereknek? Elég sok szülő fél a hiányállapotoktól. Ugye olvassuk, halljuk, hogy egyre üresebbek az élelmiszerek, egyre jobban kiüresedik a világ, már alig van valami a talajban, és hihetetlen mennyiségű, hát ellentmondásos információ is van a köztudatban, rengeteg az étrendi kiegészítő gyártó és forgalmazó, és egy szülő, teljesen megértem egyébként, nehéz helyzetben van, mert a gyermekét szeretné egészségesen felnevelni, és nem tudja, hogy most mit adjon neki. Adjon neki, nem tudom én, vasat, vagy ne adjon, B-vitaminokat, vagy csak C-vitamint adjon, mert a gyerek amúgy minden más fölvesz az élelmiszerekből, és így tovább. Úgyhogy ez a kérdés. Hát én most ebből készültem. Na, fölveszi, vagy nem veszi föl? Föl lehet még venni, vagy nem lehet fölvenni? Kell a kiegészítő? Én azt gondolom, hogy gyermek számára a kiegészítőre szükség lehet, de nem biztos, hogy minden nap. Én a rendszeres, rendszertelen szedési módban hiszek. Ezt így nevezi a természetgyógyászat. Ez azt jelenti, hogy
a gyermeknek adok étrendi kiegészítőket, de én személy szerint nem minden nap. Hetente kétszer-háromszor, valamikor ki is marad, vagy éppen elfelejtjük, és nem kell mindig ugyanabban az időben adni. Tehát egy gyógyszert mindig ugyanabban az időben kell adni, hogy az orvos javasolja, de egy étrendi kiegészítő, egy vitamint, egy rágótablet a gyereknek, azt változó időben adjuk, így sokkal jobban fog felszívódni. Tehát te abban hiszel, hogy valahogy pótoljuk azt, amit a gyerek élelmiszerben nem víz be. Ugye kevés zöldséget eszik, kevés gyümölcsöt eszik. Hát ritka az a gyerek, aki örül a gyümölcsnek, zöldségnek, nem szereti szénhidrátot, eszik ezt azt. Tehát azt mondod, hogy pótoljuk ezt valahogy? Én azt mondom, hogy külön választom a nyári, tavasztól őszig teljedő, napos és vitaminban gazdagabb időszakot. Ugye ilyenkor a felnőttek átlag testsúlya is csökkent, tehát alapvetően egy egészségesebb időszakunk van, hogy a szakma ezt jegyzi is, hogy márciustól októberig egészségesebbek vagyunk máskülönben, mint októbertől február végéig. Tehát amikor szükség van kiegészítésre, az azt gondolom ez a szeptember vége, október. Honnan tudja a szülő, hogy mi a jó? Vagy mit vegyen? Tehát sokszor beszélünk arról, hogy ha a gyerek kap egyfajta multivitamint, akkor az nem jó, mert ezek a vitaminok nem tudnak egyszerre fölszívódni, kiütik egymást. De most akkor bontsa külön, és nézze meg, hogy mit adjon a gyerek, vagy adjon egy ideig C-vitamin, aztán adjon egy kis D-vitamin, vagy mi a jó megoldás. Van, amit rendszeresen adnék, ahogy mondtam, hogy nem minden nap, de rendszeresen, és van, amit csak időnként. Na, nézzünk konkrétumokat akkor, tehát a gyerekekről van szó. Mi az, amit te mondjuk egy gyereknek, független attól, hogy mit teszik, mondjuk folyamatosan adnál, vagy B-vitamin komplexet, rágótabletta formájában. B-komplex. Így van, amiben mindenképpen megnézném a B1, a B6 vitamin és a B12 vitamin mennyiségét. A B12-ből ez a 2 kötőjel 5 mikrogram per nap, de inkább 10 mikrogram per nap adag vagy dózis benne kell legyen. Ugye a folsav a gyermek gerincét védi, egy fantasztikus érvédő és egy antioxidáns anyag. A B1 vitamin pedig agyi működés serkent. Az a gond, hogy a fehérlisztes, fehér termékek, ugye a modern élelmiszerek révén a B1 vitamin és a B-vitamin bevitel csökken. De most mondhatnánk, hogy majd a húsból, tejből, tejtermékből megszerzi a B12-t a gyerek, de ugye beszéltünk erről korábban, hogy elég sok a tej, allergiás, tejérzékeny ember, gyerek is, és hát nem mindig húst-hússal kell enni. Tehát itt a B-vitamin a kiegészítése fontos. Ezen kívül szelén és jód kiegészítést javasolni. Ugye a jód az a sóban azért benne van, de a szelén teljesen hiányos. Az mire jó, vagy miért fontos a gyereknek? Hát a szelén, úgy képzeljétek el, antioxidáns. Egy óriási belső antioxidáns rendszerünk van, aminek a központi eleme a szelén. A szelén hiányában ez a glutatión peroxidáz nevű belső antioxidáns mechanizmus teljesen parkolópályán nem működik. Vagyis a gyerek valószínű, hogy érzékenyebb lesz, fogékonyabb lesz a fertőzésekre. Tehát szelén jód kiegészítés hasznos, és időnként a cink és a réz. Hozzáteszem, mandulában, dióban, mazsolában cink és réz megtalálható. De hát melyik az a gyerek, aki minden nap eszik diót, vagy mazsolát, vagy diákcsemegét? Ugye ez nem jellemző, pedig a szülőnek figyelni kéne rá, hogy chips helyett ezt adjon a gyerek kezébe például, de inkább étkezések végén jó volna, hogyha aszalványokat és olajos magvakat enne a gyerek, inkább csemegjenek. Egyébként ezek sem rossz ízűek, mert édes ízű a mazsola is, az aszalványok is, ezeket abszolút lehet használni. Ez tényleg szoktatás kérdése. Ebben teljesen igazol a Gábornak, hogy mit adsz először a gyerek kezébe. Nálunk imádják az ilyen magos cuccokat. Ez, hogy egy zacskó diák csemegét, az már kész is vége. Arra kell figyelni, hogy a rágás. Nálatok azért dologra mondanak. Na, nevet, jó, nem? Mert másik kérdés, de hogy például nem a chipsért jól. Soma kérdezik, és... Hogy mondtad, drágám? Aha. Soma, gyere, vágtam fel, egészségedre. Jó hétvágyúak, na. Így van. Soma, megkóstolod. Ne harapjál már, van még. Van, ezt vágtam, és kukoricát. Jó, hát jó étvágyúak. Nem mindenhol, nem mindenhol megy ennyire könnyen, igen. Vannak gyerekek, akik nehéz lenyomni bármit, mert mondjuk rossz evők. Azért az egy nagyobb kívás. Igen, igen. Amit még erősítenék, az a probiotikum adása, de nem állandóan, hanem időnként, negyed évente mondjuk. Olyan gyereknél, ahol asztmatikus problémák, ekszémák, tehát úgymond szivárgó bélszindróma van, erről korábban beszéltünk, ott szükség lehet gyakrabban adni a rágótabletek, a különböző probiotikumokat, és itt nem mindegy, hogy egy törzs van benne, 2, 8, 10, tehát meg kell nézni, hogy hány, 10 a
hányadikon, 18-on, 10-en törzs, illetve darab szám van benne, illetve hány fajta. Szerencsés, ahol 4-5-6 féle törzs is van a probiotikumban. Ezen kívül erősíteném, ugye beszéltünk a diófélekről, de itt a tökmagot erősíteném, a szezámmagot erősíteném. Olajformájában jó a gyereknek? Jó, de itt inkább a mátrixot adnám. Tehát magát a... Hogy jön ide? Micsodát? Nem rossz, hát az első nekem még nagyon tetszett, a második az ilyen akciódus, a harmadik talán egy picit jobb, mint a második, de nem szeretem a vacsorát. Nem, ez egy élelmiszeripari mátrix. Jó volt. Mire gondolsz? Mondjuk egy kanál olajat a gyerek minden nap könnyen megeszik, nem kell... Tökmagliszt, darált tökmagból fasírtot. Képzeljétek bele magatokat abba, hogy esztek egy kókuszolajos, hagymás, fokhagymás, zabos tökmagfasírtot. Aha, képzem már. Kirázott a hideg felé. De miért? Feri! Rosszul van! Hozzatok vissza! Ide szép újra! Tekerjétek fel egy cölékon, hogy Feri lima bőrte. Feri leverte a víz. Lehet egy kis füstölt ízt is máskülönben adni neki. Egy kis gabonakolbásszal, de abszolút ehető. És ezért tényleg a szokás kérdése. A gyerek megeszik szinte mindent, amihez hozzá szoktatjuk egész kisgyermekkorától kezdve. Van néhány dolog, mint a spenót, a sárgaborsó főzelék, egyebek, de például paradicsom levet szokott inni a gyerek. Vagy káposzta levest szoktunk neki főzni. Most sarokba szorítottál minket. Nem. Én azt mondom, pedig én veled vagyok, az én testvérem vagy. Nem. De nyers káposzta is jó, vagy csak levesbe? Nyers káposzta is jó mindenképp, csak a gyereknél az a fontos, hogy nem rág olyan jól, mint hogy kellene. Egyszerűen ugye szoktatni kell a rágáshoz is, de a káposztának mondjuk a párolt káposzta is abszolút felszívódik és jól, és nehogy azt higgyük, hogy a C-vitamin teljesen elbomlik benne. Néhány perces főzés hatására, tehát egy ilyen kvázi félkemény káposzta abszolút működik. De a káposzta levesben is rengeteg értékes rák megelőző anyag marad vissza. Ott a zöldborsó, krémleves, a vörösbab, ott a cukki, ami egy gyomorvédő anyag, de ott a brokkoli, és a fehér is helyett én kipróbálom barnarizst. Egyébként, mert a barnarizs elég kemény rágós anyag, de ma már kapható a forgalomban olyan előfőzőt. Mi fogsa ragasztunk. Mi megfőzzük, és akkor jó. Rálunk, úgy adjuk. Aha. Igen, de főzve is egy kicsit olyan szíjas marad, viszont az újabb fajta előfőzött, előpirított barnarizsak, amiket lehet kapni, egészen puhára főzhetők, sokkal többen a rost és a B-vitamin. Tehát a gyereknek a szellemi, lelki, mentális erejét erősítjük azzal, hogy vitaminokat, ásványokat adunk neki, probiotikumokat adunk neki, és ezeket tehát élelmiszer formájában, búzacsira, gesztenyeliszt, kókuszliszt formájában, ugye mondhatok a chiamagot, ugye ez egy superfoodnak számító anyag, de én nem erősítem, hogy most chiamagot kell enni csak önmagában, de nézzétek, az a fajta táplálkozási forma, amiről most itt beszélünk már évek óta, az abban a kölessel, a hajdénával, csirákkal, sűrítményekkel, ez igazolható módon javítja a fejlődésben lévő szervezetnek a működését. Hozzáteszem, hogyha valaki nyilván nem akar vegetárián és vagy vegán lenni, hanem fogyaszt ugye húst, meg tejet, tejterméket, akkor amellé is betehetőek ezek a reform anyagok, és abszolút működőképes a rendszer. A kedélyállapot, a vitaminellátottság, a hajnövekedés, az izomfejlődés, a csontfejlődés, ízületek, és felnőtt korban is ez igazolódik. Hát szerintem komplex. Aki gyereket nevel, az most tudja, hogy mit kell adni. A paradicsomlevet említette csak egy mondat erejéig, hogy a gyereknek miért jó, ha le tudom nyomni a torkán, úgyhogy elterelem a figyelmét valamivel. Likopin van benne. Ez madár. Mondd, hogy á, és ne csukd be a szád. De hogyha paradicsom... Úgyse tudod, kipeckeltem. Hogyha paradicsom levest adsz neki betűtésztával, bár az fehér tészta, mondjuk mi zappelyhet, vagy valamilyen árpagyonyot főzünk bele, akkor ugye a gyereket leköti a betűknek a nézegetése is. Egy nyepelt, egy nyilván. Persze, összerakja a Shakespeare-t. Nézd, apa, kiraktam, hogy utálom a paradicsomra. Félek, hogy elviszeltek a likopin térdére. Nézd, valósd, ezért kinyírlak. Ezért egy olyan öreg otthonban nem lesz benne köszönet. Magányosan pusztulsz el valahol. De ha hiszitek, hanem egy paradicsomos húsgombóc, például dióval és főtt hajdinával, tehát nem, alapvetően nem hússal készítjük mi ma már, ugye? Már egy paradicsos húsgombóc mellé dió, hát az... Hogy dió van benne a gombócban. Talán dió van a hús helyett benne, és főtt hajdina. Az ízvilága nagyon hasonló, mint a húsgombócénak, és a gyerek falja. Teljes örlésük ennyire rendkívül ízletes. A töltött káposztát is lehet így készíteni, abszolút működik. De jó.
Hát ezeket te tudod, hát ezeket persze, ezeket tudod, nekem egy része, ez egyébként abszolút megvan. Hát nálunk ugye vegáknál a B12 vitaminnak a folyamatos fogyasztás nagyon fontos, mert ugye ez nincsen meg a növényekben. De úgy tudom, legalábbis úgy csináljuk, hogy nálunk van egy ilyen feltöltési időszak, hogy gyakorlatilag egy hónapig szedjük, és utána mondjuk két hónapig aztán nem. Elfogynak a kuponok, és akkor gyűjtetek újra, és akkor van elég kupon, akkor mentek újra a patikába. De hát nálam a gyerek már nem kérdezi, nincsen ilyen, hogy mit tudom én, hogy ez most milyen vitamin, ez Celine Dion. Érted? Tehát náluk ilyenek nincsenek, nem kérdezősködik. A gyerek azt teszi, amit kap. Nem. Én voltam ilyen családnál. A gyereknek az, igen, az szerint a zene formájában viszed, de nagyon sok szerint ez és megnézzük a Titanicot, és utána pedig mentálisan és szellemünk is nagyon friss. Ja, Istenem. Voltam olyan családnál, hogy a sárgarépa levet nagyon szeretik a gyerekek, a céklalevet, a vegyes zöldséglevet abszolút fogyasztják, igénylik. Tehát megint, de hát ennél a családnál azt láttam, hogy egész kiskortól kezdve ezt. Én nagyon sokáig adtam a gyereknek a céklalevet, és nagyon büszke voltam rá, hogy megiszta. Aztán én rájöttem, hogy beönti az ülőgarnitúra mögé. Nem voltam annyira boldog. De akkor ez kiderült, én mondjuk imádom a cék, de ügyes vagy. Kicsit most lesz. Bekente a száját, és még arra is figyel. Te büszke vagyok rá, kicsit. De miért fonjon a fikusz? Végeként a gyümölcs. Ananászt lehet például adtok-e a gyermeknek? Adunk. Igen, adunk. Réfulti ananászlé, 100%-os lére gondolok, tehát juice-ra. Ezek is működnek, magasabb a cukortartalmuk, de a gyermek ugye elégeti a cukrot, abszolút működhet. Tehát akkor, hogyha nem megy a zöldség, akkor ilyen 100%-os gyümölcs juice-okkal is dolgozhatunk, rostos levekkel. Oké, Gábor, hát ez nagyon komplex volt. Mit reggeliztél? Datojás zapkását fogyasztottam dióval, almával, és nektarint vettem hozzá. Már van nektarint? Kopasz barackot. Én tudom, hogy ez... Én is imádom, hogy ez még az nem a kopasz barack. Nagyon szeretem én is. Nem dörzsöli szét a nyelvemen. Igen. Az még nem a mi kopaszunk, mi? Hát ez egy kis kóstoló volt, egy kis ízelítő, egy kis ünnep. Ugye ma én is ünneplek, és így nektarinnal is ünnepeltem. Ja, hisz érkezik Colin Farrell. Kemben. Ő az. Gábor, azt tudod egyébként, hogy mi a hasonlóság egy vadászkutya és egy rövidlátó nőgyógyász között? Nem, ebből én még kimaradtam. Mind a kettőnek nedves az orr. Jaj, gyerek. Miért érzem azt, hogy mindig kigúnyoljátok a szegészség? Hát csak gondoltam, így engedlek el, mert a nyári szünetre engedjük a Gáborunkat, mi is szabadságra megyünk majd. Gábor is táborozik, úgyhogy kellemes articsókában, kuszkuszban gazdag nyarat kívánok neked, Gábor. És érezzétek jól magatokat. És visszatérünk össze. Köszönöm, hogy itt lehettem eddig is. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Gabinak köszönjük, 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan 9 óra. Mikor van a díjátadó? Igen, mikor kapjuk meg a díjunkat? Picit előre mentünk. Szerényebben azért. Ja. Picit előre mentünk, erőszakosba, de jó, tetszik, igen. Mehet. Igen. Mikor van a... Peti kérdezte, hogy megyünk-e, szóval megmondtam neki, hogy csak a hanyerű. Tehát, hogy valahonnan szerezen egy infót, és akkor persze. Csak mikor az van? Nem fog elmenni tapsolni mit, a kis mit, mikor van a fonogram díj? Tudjuk? Nem tudjuk a díját adom? Zsül bólogat, mert hogy tudja, tudod, Zsül? Díjázottak vagyunk, csak már, hogy nem, bocsánat, igen, Freudi ezt szól, de jó lenne. Igen. Nem, hogy jelöltek vagyunk ugye ebben a kategóriában, a mulatos kategóriában. Jelölt lett ugye Polgár Peti dala, és... Dalunk. A dalunk, így vált a refrémben, ugye mi is. Igen. A refrémben ugye mi is benne vagyunk. Ő megcsinálta, mi meg sláger belőle. Ez egy közös meló, persze. Kis grofóval, nótármérivel. Június 8-án hagyományos diát ad ünnepség, fonogram, Magyar Zenei Díj Gála est. Beírjam? Élőben közvetíti a Szuper TV2-t, hát erről ugye beszéltünk. Most úszott el. Egyébként elnézhetnénk, nem megyünk el? Miért nem megyünk el? És a Várkert bazárban lesz, hogyha addig átadják. És igen. Igen, mert ez gonosz, hogy ezt már legalább 6-szor átadták. Ez is igaz. Én csak 4-en voltam, bocs. Ez a baj, nem volt, tehát mind a 6 átadásom, ezért nem tudsz az utolsó kettőről. Gyorsan egy pici közlekedés. Csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak, M5 Dabastól áll Szeged irányában, a zsákom ki van. Mocskos úr küldte nekünk. Mindenki kerülje, 10 kilométeres dugó, kaptuk ezt is SMS-ben. Szeged felé a 35-östől a 45-ösig teljesen bedugult az M5-ös. Aki tud, az előtte meneküljön le, aztán egy kerülő után menjen vissza. Nagy a torlódás.
Az okát, hát az okát nem tudom, egyébként ezt többen kérdezitek, csak azt látom, hogy dugó van, de nem írta meg senki, hogy miért. Áll a Rákóczi híd Pest felé, ennek megvan az oka, a belső sávban áll egy autó, és emiatt van a torlódás. Köszönjük szépen. M3-as bevezető a nullástól szokásos módon beállt, szép napot, valamint a 91-es szelvényben egy kis teherautó az árokban kötött ki az M1-esen Budapest irányában, torlódás még nincs. És a rendőrök már ott vannak a helyszínen. Ha látjátok az M5-ösön találhat a dugó okát, akkor küldjetek el nekünk, jó? Hogy tudjuk mondani. Hát és van fenn sajnos egy nagyon rossz hír a Korcsolya Sport szerelmesének a BKK Facebook oldalán, mégpedig az, hogy elkezdték érdesíteni azt a vízzáteresztő burkolatot, ami a Szél Kálmán téren le lett rakva. Ez egy piros burkolat, ami első után gyakorlatilag alkalmas volt arra, hogy bárki korcsolyázzon rajta. Nem tudom, láttátok-e a videót, nem. Bármilyen szintű eső ráesik, abban nem a pillanatban, igen, nagyon gyorsan össze lehet rajta szedni egy szomnyaktörést, és ezt most utólag elkezdték érdesíteni. A puding próbálja az evés, érted? Nem tudták, fölvitték. Leraktak egy olyan követ, igen, ami esőben viszont rettenetesen csúszik. Igen. És igen, akkor most egy picit föl kell úgy csiszolni, mert nem tudom érdesíteni, igen, homokot beletenni. Hogy nem mégse. Hogy akkor megállsz. Megállsz a lábadon. Az rucskos hittik. Nagyon szép lett. Én nagyon sokat járok arra, hogy gyönyörű lett az egész, ahogy azt ott megcsinálták. Szép lett. Szép. Szép lett. Szép hát azt kértük, azt mondják, hogy igazából sajnos egy ránc felvaráson kívül ott nem történt semmi. Tehát nem, szebb lett, én is kicsit többet vártam. Én is azt, akkora beruházás, akkora nagy átépítés, egyébként nagyjából tényleg ugyanúgy néz ki. Nagyon mit tudtál volna vele csinálni még ott, sávokat elvinni föld alá, ott a metró, nem tudod. Tehát, hogy nagy, érted, ott nagy újdonságot nem lehet csinálni. Egyébként ez volt a régi terv, hogy az egész közlekedés leviszik ott a föld alá. Tehát, hogy ez lett volna az igazán nagy beruházás, mert azt ugye mondják, hogy ez nem csomópontnak készült ez a tér, ez egy szűk budai terecske, ami tökéletesen alkalmatlan lenne egyébként arra, hogy itt különböző villamos vonalak találkoznak egymással, pláne meg egy végállomásnak. Hmm. Abszolút alkalmatlan. Nem, most egyébként kihozták belőle a maximális. Jól néz ki. Szépen. Jól néz ki. Na, mutatjuk, mi a beugró hármas ugrásra. Figyeljetek! Még egyszer. Jó, ezeket játsszuk is, jó, egyébként. Ezeket játsszuk is. Úgyhogy írjátok meg nekünk, jó? Kettő darab dalcím, és kettő darab előadó. Vagy kettő darab előadó. Ez az, amit várunk. Holnap gyereknap, jövünk a részletekkel, nem elfelejteni, mondjuk majd, hogy mire lehet számítani. Gyermektehetségkutatás 7-től 8-ig itt a Morning Show-ban. Minisztár@klasszfm.hu. Ez az e-mail cím, amire még mindig lehet jelentkezni. És annak is nagyon örülünk, ha egyelőre még csak te hiszel a gyerekedben. Az a legjobb, ugye? Az a legjobb, ha majd jön Pistikedő, még nem tudja, de te már benevezted, és mi hívjuk Pistikét. Ez egészen semmit nem tud, kezében nyomod a telefon, most mondd el a verset, most mondd el a verset. Nyerj egy hűtőt apának, nyerj egy hűtőt apának. De azok, hát ez a legjobb. De azok a legizgalmasabbak, akik még ők maguk sem hisznek a gyerekben. Ők írjanak nekünk igazán. 5 perc van, 9 óra, jövünk Ákos híre után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A minden egy kicsoda csimbom cirkusz van ebbe az új open erőmbe. Tűzi játék, zene, dob, beatbox, minden. Minden van. És milyen hosszú a taps? Ebből majd ezért egy bruttó 8-askát csippentjük a Zsüla végére. Jó, lehúzom én szívesen egyébként. Megújják a hallgatók, hogy végre meg mer szólalni. Tényleg azt mondják, ennyire már ne ünnepeltessük magunkat azért. De akkor a hype-ot tenni azért annál picit erős, pedig ha valaki tudjátok, én nem vetem meg a önmagunk ünneplését. Ezért nem megyek át a szomszédba. A jogos ováció. Ami jogos. Igen, tehát most tényleg nem futok el az ünneplés elől, de ez talán egy picit... jogos lenne, csak hát ez egy szerénység is van a világon. Hol? Ez picit erős. Nem tudom, hol, de van. Írta valaki SMS-re. Azt hiszitek, ez jó zene? Ez valaki reggel elindította, valamelyikünknek talán Janinak valaki beszólt, és azóta... Kérdez, ja, azt hiszed, hogy szép vagy? Igen, így indult a korán reggel, 6-4-et itt küldi SMS. Balázs, azt hiszed, szép vagy? Még meg se szólaltam, csak annyit mondtam, jó reggelt. Azonnal rám pirítottak, és azóta folyamatosan jönnek az ilyen típusú SMS-ek. Azt mondja, hogy baleset az M5-ösön, ezt többen kérdezitek, hogy miért van dugó. Budapest felé a 39-es kilométernél a belső sáv miatt. És útfelújítás is van ugyanitt, ezért utolérik egymást az autók. Szeged felé pedig 12 kilométeres a sor, szintén ugyanitt, ez viszont aszfaltozás miatt van. Hm. Tehát
van egy baleset, akkor Budapest felé, és Szeged felé pedig aszfaltoznak. Uh-huh. Ez lehet a megoldás. Emiatt van egyébként ekkora dugó. Sőt, mi több aszfaltoznak, előtte pedig nyírják a sövényt. Ezért 12 kilométeres. Úgy van fel, hogy egyszerre menjen minden, és akkor kész. Tehát aszfaltozás, sövénynyírás, baleset. Mindent egyszerre időzítenek. Akkor legyen minden, igen. Akkor már legyen minden. És legalább majd, hogy hívják, a friss aszfalt is organikus lesz, mert hogy rászáll a fű, aztán szépen belehengeredik. Még M1-es Budapest felé a 92-es kilométernél baleset, mentőhelikopter, minden, aki tud kerüljön. Igen, az M1-esnél is már 5 kilométeres a sor, így van a 91-es kilométernél, ez is baleset miatt van, kaptuk SMS-ben. Köszönjük. M1-esen a 132-131-es kilométer között mindkét oldalon van egy trafi, ezt Laki küldte nekünk. Képzeljétek, mi történt tegnap? Hát nem is meséltem tegnap? Nének. Na, reggel mi volt? Elfelejtettem mesél. Reggel kérdezni elmondani. Akartam. Hogy? Hogy mi volt tegnap? Azért ez a rohadt 10 év, ez 10 év, mi? Ez az őszinte érdeklődés, azért ez már nem olyan őszinte, mint a 10 év elején, mi? Azért már csak 10 évet toljuk együtt. Elballagott a gyermek az óvodából, képzeljétek el, és meghatott. Öreisi. Nem, ha ballagsz, akkor még idén iskolába mész. Tehát ugye úgy van az, hogy abban az évben. Már igen, de a tanév. Ja, a tanév, igen. De igen. Jövő tanév. Hát a jövő tanév, de most még nincs tanév neki, de igen, szóval idén, de jövőre. Jó, 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 jó. Jó, idén, vagy jövőre. Jó, fussunk még kellek még egyszer. Na, képzeljétek. Érted, egy szép, megható, aranyos, kedves sztorival jönnék, és belegyalogolsz egy ilyen terminus technikusszal, érted, hogy most mikor van itt az Isi. Szeptemberben Isi elballagott a gyermek, így van. Na és volt-e műsor? Volt. Egymás vállafogás, kis tarisznya, egy ilyen nyomvat, uh-huh, rossz pogácsa, 5 forintos. Nekünk na most kikérem magamnak, mert pont mi vittük a pogácsát. Igen. Tehát egy a nyomvat 5 forintos pogácsa ebben a formában, ez így rettenetesen lesújtó, mert mi voltunk a pogácsa felelősek. Te csináltad, vagy vettem. A kis két kezemmel otthon gyúrtam a kis tésztát. Lisztecskét tettem bele, meg is sóztam, vízzel öntöttem föl. Aztán kidobtátok az egész, és átmentetek a patakiba. És azt mondtam, na jó, ez megint nem sikerült. Miki, hozzunk pogácsát a cukrászába. Nem, igazából nem, hát a zsákukban nem volt pogácsa. Volt egy ilyen kis szép papír, ami mindenkinek a neve és a jele volt benne. A végén lufit engedtek el, ami ugye azt szimbolizálja, hogy ők már kirepülnek az óvodából. Én, mint a vasárnapi apuka, érted, aki videózik karácsonykor, minden mozdulatot vettem. Elém állt néha egy szülő kicsit. Álljon arrébb, ott jön a gyerekem, menjen arrébb. Csak értek a telefonhoz, de hogy magamat veszem. Kicsit szelfiztem. Viki rám szólt, hogy nem vennéd a gyereket, és mondom, jó, na jó, akkor felveszem. Úgyhogy, és hát nagyon megható volt. Szóval ebből látszik, hogy az ember öregszik, tényleg. Kijöttek. Végre két igazi, őszinte mondat az óvonéniknek. Az, amit valójában gondoltál. Nagyon sokan vették őket körben, tehát nem rohantuk le, mert ilyenkor nekik nagyon sok dolguk van, de amikor tényleg látod a gyerekedet, hogy néha egy kiinteget kicsit, ő is izgul, ünneplő vagy, a szülők ültek már lent az aulába, és konkrétan izgulsz. Tehát átragad rád az a fajta rezgés, ami ott a többi szülőn van, hogy jön a gyerek nem sokára is szerepel. Ja, és volt most műsorot. Volt műsor, persze, verset mondtak, szavaltak, volt, aki furujázott. Az egy szülő volt a női mosdóba. Egy túlvezérelt apuka. Furujázott. Az irányosztának találtunk egy nyitott tantermet, és volt, aki furujázott. Rászóltam, hogy úra, selkedjünk már, ez mégiscsak egy óvoda. Ne itt furujázzunk. Szóval egy kislány zongorázott, úgyhogy hát az egész rettenetesen megható volt. Majd kimentek az udvarra, és egy közös lufi engedése közepette elbúcsúztattuk őket. Sőt, mint fát is ültettek, ez egy tök helyes dolog, én ezt nem tudtam. Hol van, minek? Tessék, mert szólt az önkormányzat, hogy kevés a fajos gyerekmunkába elültettek három magyaró bokrot, meg két almafát. Nem, maga a csoport ültetett egy fát az Ovid területén belül, amit ugye hát majd pár év múlva meg tudsz nézni, hogy hol tart az a fát, de esküvőn is csinálják. És akkor Ovidba ők ott közösen elültettek egy fát, és nagyon megható az egész, tényleg. Az óvónéninek közös ajándékot vettetek, vagy csak te adtad oda az autókulcsot? Nagyon kompromitáló dolgokat, ne kérdezz. Kóstolja meg! Ez kaviár! Na, így van, öblítse a kis domperinyát.
Igen, igen, persze. Na, jó, igen. Igen, egy doboz beluga és egy moly pesgő, meg nem. Két üveg Dom Perignon. Nem, csak van benne, nyiss a kinyugodtan. Jó, van, és igen. A doboz igen. Majd ne dobja ki, meg az alján vannak nem. A 20 000-esek. Nincs azzal baj, szerintem, akkor valaki különbözik, itt közös volt. Tehát a szülők által volt egy közös, ugye tulajdonképpen, amit ott ők úgy lemenedzseltek ügyesen, és akkor nagyon szépen azt ott átadták. Tehát az egész tényleg tök helyes. És így eszedbe jut, hogy basszus, tényleg most született, és már elballag, és már megy iskolába. Ez szörnyű. Ez és szörnyű. És ott ülsz, kicsit meghatódva, és nézed ezt az egészet, és rájössz, hogy Atyaisten. Elsussant. Három évet járt? Igen. Három év, óvi. Iskola. Megvan, Suli? Megvan az iskola. Csak még nem engedik be a gyereket, tudom. Nem, még nem tudtam megvenni az igazgatót. Egyelőre oda megy, ahol lakunk. Még a régi természetesen mindenféle kompromitáló felvételt gyűjtünk a kinézett iskola igazgatójáról. Magánnyomozót állítunk rá, szerintem szeptemberre felveszik. Meg lesz. Most még egy kicsit seregeink harcban állnak. Nem, megvan a Suli, persze. Igen, igen. De hogy az óvónőkön gondolkozom, hogy milyen nehéz, hogy azért így 4 év alatt mennyire hozzád nőnek a gyerekek, és hogy ez egy ilyen állandó új csoport, jönnek a kicsik, megint tesznek, vesznek aranyosak kicsik 3 évesen, de hogy utána megint megszereted őket, megint ott hagynak, nem? Azért ez nehéz meló, hát nyilván egy csomó gyerek a szívükhöz nő. Kicsit minden évben megszakad a szívük. Ezt nem te nézd, vagy ezt, ha nem te mondod, még el is hiszem, de... Mivel minimális emberi érzelmet vagy képes átérezni, így a teszádból ez kevésbé volt hiteles. De volt, nátok volt műsor? Szintén? Persze, volt persze, szabalás, persze. Sőt, nálunk minden év végén van, ma lesz a Somának a záró műsora, pedig ugye ő még nem ballag, de a ballagásnál ott persze ott nagy műsor van, ha a gyerek hajlandó beszélni. Mert hát volt olyan is, aki... Hát, nálunk úgy csináltak, hogy csoportban kellett, tehát hogy nem volt az, hogy valaki egyedül kiáll. Hát, aki akart, azt hiszem, talán volt egy valaki vagy kettő, de hogy általában 3-4-en egymást erősítve, azon van, hogy nagyon helyes, meg ott állnak ugye a csoport mellett, és akkor van egy elakadás, akkor azért úgy besegítés. Az olyan aranyos. Igen, és akkor ők ott ugye a parcéről vezényelnek az óvónők, a gyerekeknek. Bennit nem kellett nyüstölni? Mondjad! Góg és Magóg, fia vagyok én. Igen, isapor és homo. Nem azt tanított, ott tanítottam. Igen, mik vagymuk, isapor és homo vagymuk. Nem, mondta ő is, nagyon helyes volt. Tehát úgy indult az egész, hogy föntről jöttek lefelé a lépcsőn, és akkor kiálltak 4-en, nem tudom, mi alapján választották ki a 4 gyereket, de természetesen, mert nem volt az enyém, és köszöntötték ők a szülőket, hogy itt vagyunk, köszöntünk meneteket, fogadjátok szeretettel, de ha hibázunk, azért azt nézzétek el nekünk. Tehát tök helyes. Tudjátok, szia! Tudjátok, milyen Marika néni. Tudjátok, mi a Marika néni, ha hibázunk, akkor nem. Fészünk megint Gallér mögött ott. Én szeretem benned, hogy neked ezt ilyen jól el lehet mesélni. Ezt a történetet, igen. Igen, szóval, és láttam rajta, hogy izgul. Tök helyes volt. Első nagy fellépés ilyenkor, vagy az elsők egyike. Igen, igen, helyes volt. És akkor vége is, már sem nem is hordjátok, nyári szünet van? Vagy azért még ott hagyod egy fél évre, őszig? De természetesen ma már újra ment a horába, tehát hogy ez semmi nem jön. Igaz, hogy nem az ő csoportjába és nem az ő vodájába, de ezt nem mondtuk el neki, hát találja föl magát. Hát ez egy kemény világ, hát már megtudja, mi az a regula. Ma reggel benyitottunk egy másik óvodába, és mondtam, hogy nem Erik. De apa, nem ismerem őket. Nem mondtam. Próbáld ki ezt is. Miki mondta, ne törődj velük. Úgy megváltoztak egy nap alatt. Nem tudok kivel játszani, nem baj, mert csináld azt, amit mondanak. Fűtőbácsi, majd teríted a mulcsot a frissen nézd ezt a fűnyírót, azonnal fog meg, és kezdje a füvet. Nem az én óvodám. Nem, itt úgy van, hogy elballagnak ugye május közepén, de utána még, tehát azért úgy, igen. Nyomhatja augusztusig. Bent lehet, persze. Hát egy bajban is lennék, mondjuk aztán május 28-án, hogy akkor szeptember 6-án várjuk a gyereket tártalokkal az iskolába. Az a 3,5 hónapig hold meg azért a dolgon, tehát ez nem egy egyszerű. Nyári tábor. Csak igen? Az működik, hú. Én ezen nagyon gondolkozom, hogy elmegyek egy hétre. Igen, jogos, abszolút gondolkozom, hogy elmegyek egy hétre, csak otthon ellenállásba ütköznék, de egy ilyen felnőtt nyári táborban nagyon szívesen, csak egy gyerek örülne. Tehát. Lehetne ilyen apa tábor, anya tábor, és akkor a közösen szülő. És lehetne egy meccet is.
Hát ugye? A két tábornak egy mercete. Hát vagy legalább egy kis ajtóval kettő között. De miért már te már gondolkozol? Nem, nálunk megy, van Soma is megy. Komolyan? Soma kérlek szépen úgy indul, 3 napos karate tábor. Mert ő jár az óvodán belül karatézni, és akkor nagyon rendes az egész brigád. Ebből 2 nap kümite, 1 nap ápolás. És úgy van, hogy ugye a nagyoknak már van 1 hetes, tehát az általános iskolásoknak, és azt mondták, hogy... Jó. Hogy az ilyen középső csoportosoknak, mint Soma, lehet menni 3 napra. Úgyhogy ő 3 nap, Panna már... Ott alvós, táboros? Ott, igen. Ott elvisszük, és azt mondjuk, hogy... Ha szerencsére van szerdán jövünk, ha nem pénteken. Van, akkor pénteken, és nem ha nincs tudja a tanárnéni a telefonszámukat. Szevasz, Somi! Ha nincs rendben, az pénteken jövünk, ha valamit hallunk, csak rá következő hétben. A tábor 3 nap, Soma 5-öt tud. Az utolsó 2 napban rohadt magányos lesz. Hagyjanak itt van, amit enni neki, a többit megoldja. Ez a megoldja. Számodra, a homlokodra, aztán majd jönnek a többiek, és megpróbálják leolvasni. Ő mondta, hogy ő akar menni. De az jó, mert az azért jó, mert ott a társaival megy együtt. Tehát azokkal, akik szintén karatéznak. Mi is gondolkoztunk ilyenen, csak most bennek leállt az ilyen judó, meg ilyen obi, meg nem tudom. De most beadom ide vadidegen gyerekek közé, én nem maradok. Nem, hát mi is Marci haverral megyünk. Na, úgy megy, valószínűleg egyedül ő sem menne, tehát Somának is azt mondom, hogy most vadidegen gyerekek közé bedoblak 1-3 napra, vagy 1 hétre, akkor nem megy el, de így mennek a haverok, és akkor... Hát meg az úgy menő. Soha végre fellélegzik, mert legalább egy nyaron nem úgy telik el, hogy ökröt forgat nyárson. Figyelj, erősödik a gyerek, és ennyi. Az elmúlt 4 évben csak azt hallott, hát így még a tűzre, fiam. Vágjátok ki azt a fát! Apa, ez az állat egyszer élt, de most ne törődj vele, tégy még a tűzre. Nekem még nagyon magas a füstölő, nem tudom ráakasztani ezeket a oldalakat. Megépítettem hozzá a fellépőt, mehetsz. Így szóta reggel 4-kor kellett, hogy begyújtson a barbecue-ba minden reggel. Hogy örül majd ennek a 3 napos karate tábornak, hogy végre 8-ig? Nem kell. Végre 8-ig aludtad. Nem, én abban bízom, hogy mert az iskolában azért lesz ilyen, hogy már jövőre ugye suli is, akkor nagy bandázás a sulisokkal, és utána már azért lesz egy ilyen kis tábor. Mert nehéz mindig megoldani, tudod. Tehát végig a sulinak azért 2-2,5 hónap, az ember szívesen jövünk, megyünk állandóan, de azért úgy egy hét tábor azért úgy az ember el tud viselni. Nem egyet. Nem, jaj, is csak mondom. Nátok csak 3 nap a karate. Bannánál van a nemet tábor. Ott ő többre megy? Persze, őt idéglenesen fogjuk majd látni néha. Nincs ilyen apa-fia vagy anya-lánya tábor? Nincs ilyen, hogy elmész együtt a gyerekkel? Te is ott reggel fölkelsz, fújod a sípot, sorakozol. Ezt nálunk úgy hívják, hogy közös nyaralás családdal. Igen. De mit, apa-fia tábor, és elmentek ketten. És ott a többi az apuka, a többi rossz gyerekkel. Nálunk ilyen szülő-gyerek tábor. Hát, ha van is, mi nem reklámozzuk otthon. Nem lesz akkor ma igényed. Hadd menjen külön. Már nem igényt ezeket a közös programokat. Nem, egyáltalán nem? Nem, hát ő már nagyon leválik. Ő most már bandázni szeret tényleg kőkeményen a többiekkel. Tehát, hogy már ez a közös programozás 13 évesen. Ez Jézus már, én ezt nem akarom. Ez lesz, hogy már a gyerek egy időt, amely nem akar veled eljönni, hanem inkább azt mondja, hogy jó, elmegyek veletek még egy hetet, valahogy végig unatkozom, de már inkább hadd menjek inkább a haverokkal. Barátnőkkel. Mert hogy már velük közösen bandázik. Igen, mert már cikik vagyunk. 5 évvel ezelőtt is cikik mondjuk voltunk, az nem, még nem volt más választás. Igen, de azt gondolom, hogy ez nem rajta múlik. Tehát ez csak egy időbeli tényező, hogy nem változtatok az elmúlt 10 évben. 10 év is cikik voltatok most is. Csak a gyerek közben nem az volt, hogy anya vagy apa, nem hogy kínos. Te mit várnál el egy apa-fia tábortól? Hogy legyen ilyen, mit tudom, ilyen közös ébresztő. Kejföl, Benni, kejföl, rohadtul elaludtunk, már többiek már nem vannak a parton. Add a fésüt, add a fésüt! Hol egy tükör, hol egy tükör? Apa, lenne iPhone-om? Apa, lemeltek a többiekkel fürdeni a Balatonra? Nem, ez tartsd azt a tükröt normális. Hol a maxom? Betörtek, tiszta hangyá! Nem, mint a apa-fia tábor, és akkor eltábor tüzezgetünk ott például. Aha, tehát megtanulsz tüzet gyújtani? Nyársat szedni. És akkor nyársat csinálunk. Ja, nyársat szedni. Ja, hogy a nyárs nincs kész. Nem, az még nem. Nekem mindig azt mondták gyerekkorban, hogy elmész a bokorba, és egyből kézzel van a nyárs. Elmész a nyárserdőbe, tehát 3 nyársat. És azonnal fölrakod ászállognát. Ja, hogy azt meg kell csinálni. Jó, hát nekem kimaradt egy-két dolog a gyerekkoromban. Szóval, hogy mit tudom én, csak közös tűzrakás. Aha.
este 8-kor öcsike gitározik, és akkor... öcsi bácsi. Hát ez, mert apa, öcsi és öcsi bácsi kisgitároznak. Minden nap egy szülő-gyerek páros előad valamit. Miénk a szombat. Összeverekednek a májba cukron. Akkor csinálunk valamit, érted? Találtál ilyet? Van, na, mi a program? Az apa-fia tábor, reggeli harci ébresztő, így kezdődik a történet. Hát nagyon morcos vagyok reggel, valaki rántépi a sátrat, hogy keljek fel 6 órakor, egy trombitával belefúrom. Jól fésült Cserkész bácsi, tudod. Az, ébresztem fel mindenkinek, irány a tábortűz, reggeli torna. Aztán. És én repül a torna cíl. Igen. Repül egy szokor rádiót. Utána közös kézműves, közös kézműves foglalkozás van. Az nekem már megvan a paplan. Így van. Azon én már túl vagyok. Azon én már túl vagyok, mire a gyerek fölébred. Balázs, megint Bábel tornya. Én a közös kézműveskedés ne váltom egy egyéni kézműveskedés. Az meg vagyok. Fia, egy hét csak a gyerekkel, hát ott értem. Aztán magad uram, nem? Ha szolgálni. Így. Aztán kora délutáni lelki gyakorlat. Na az jó, azt tartom én. Aha. Lelki gyakorlat. Ezt intézem. Ez Bali tartja. Jó? Ezzel meg vagyunk. Ez az enyém. És este van ilyen közös vadászat őzre. Így vagy őzbaklőre. Aj, például alvó őzekre. Nem azt tudom, adik! Alvó őzbak lelövése nyílpuskával. Gyere, Benni, jó program. Na, hát ez jónak tűnik. Hova? Balaton? Vagy hova? Ne, királyszállás. Az jól hangzik. Királyrét, királyszállás arra felé? Gondolom, igen. Úgyhogy ott van, és augusztusban tudtok menni a Bennivel. Mondjuk sátor van, víz nincs. Se baj. Hát majd viccünk. Hát egy hét nem fürdés, az miért otthon is bejátszik. Csak legyen egy lapú levél az áropartra. Meg egy kis körömvirág, ha nagyon csíp. Ennyi. Tehát én ezzel a kettővel meg. Már csak barnát találtam. Akkor az a vegyünk csomagot. Jó lett tűnik egyébként. De hát nem megy táborba? Nem megy akkor? Vagy nincs ilyen tábor? De most csak két naposra. Például most a hétvégén is már mennek. Tényleg? Meg utána lesz majd egy hetes. Most arra nagyon erősen kell abba az irányba tolni, hogy menjen is. Miért el. Nem akar elmenni, de miért? Ja, mert van saját szabad akaratam. De én értem, de hát a tábor jó. Sajnos buli. Rosszul neveltük. Fia, a tábor jó buli. Tudom. Ő csak ő nem tudja. De tudja. Ő is tudja. Valamiért nem. De most nehogy azt mondta, hogy szeret több téged. Napra. Nem akar ott hagyni. Ezt még így nem mondta soha. Aztán egyszer leírta valahova, de összetépte. Nem mert oda. Igen, hogy ekkora kötődés. Az ilyen 2-3 naposokra azokra simán elmegy, a hosszabbra valamiért nem. Aha. Az nem annyira jön be neki. Szereti a családot. Fura. Fura. Nagyon fura. Egy közös táborozásod a többi szülővel, nem? Csak halkan mondom, megnézem egyet. Két milf anyukát. Cipzár halkan. Nálunk vannak. Te sem milf anyukat? Van az iskolában? Finomak. Igen. Van egy-két finom anyuk az iskolában? Igen? Mondod nekik, hogy kis kezdjék csomkolna. De onnan most megint ez a beszéd? Nem megyünk hátra megnézni a mászókát? Körül, hogy milyen fekvés van a gumin. Valaki előszedi az osztálypénzt, meg hátad. Állányom. Ismerkedjünk össze jobban. Csak mondom, hogy már családi kirándulás. Ezt meséltem a gyerekekkel. Nem rossz. És a szülőkkel. Uh-huh. Menjetek csak előre, srácok. Hamuba sült pogácsával piknikezünk. Ez tök jó. Nem? Egy kisebb, ez már a suli. Ilyen bandázós, összehozós, terepszemlézős, megnézős, felfedezős, kis túrázás. Nagyon jó. Ja, holnapra be tudom hozni a kis fokost, amit kértél a Zakopán is. És ott hívják okat. Én meregyek. Én bicei úgy megyek. Van hozzá zöld pörgek kalapot, basz. Én kockás hátizsák. Fokos. Tudod, rövid gatyás vadásznak öltözve. Így van. Indulok majd egy fokossal. Füszi vadásznak öltözve. És így fogom nézni, ki ez az állat. Induljunk túrázni. Mátra, tátra, fátra. Zakopán és hátorolj úgy. Hey. Köszöntöm a kedves ülőket, megjöttünk mi. Térkép, picska, mindenkinél van. Na, hadd lássak, mehetünk. És így tolnám a kirándest. És gondolnak, hogy ez egy állat. Jézus Isten, ez kicsoda. Miért jött ide? Rizizált, meg volt. A legos kék tuja. Hitelesítve. Csak utána. Álljál, pecsit előhely! És kézede így tolnám a tubát. És gondolnák, hogy Jézus Isten, ez egy barom. Itt végig teljesen tudatosan. Elnézést, büdös kut, arra van. Tempó, szülők, még meg kell rakni a tábor. Meg kéne csinálni.
mint a mókus. Meg kéne csinálni egyébként. Hát, nekem volt ilyen. Ilyen szülő? Tényleg? Én ettől mindig rettegek, szorongani kezdek, és beállok a sor végére. Na, itt lesz szombaton csak szó. Az ilyen típusú túlvezérelt szülőktől én picit mindig megmakkanok. Igen, volt ilyen gyerekszülő. Igen, meg tanárbácsi, de a, tudod, aki a kilométermániás tanárbácsi, soha semmiből nem láttunk semmit. Tehát csak mentünk, mentünk a kijelölt úton, csak mentünk, mert ő A-ból B-be kitalált, hogy mennyi idő alatt lehet odaérni. Mindig is, ötet, itt leülünk, igen, jó, eszünk, iszunk. És mentünk, és beleraktunk ilyen x 100 kilométert a lábaim, és semmiből nem láttunk semmit. Mindenki ilyen leszegett fejjel a nap végén. És ennyi maradt meg a kirándulásokból. Lefekszik, mindjárt kerülünk. A tónakor kerés. Nem volt az. Én ám ez most nálunk kényelmes lesz, tehát ez ilyen gyerekes, piknikezős. És gondoltam, hogy viszek majd valamit, sütök majd valamit. Hát inkább vigyél. Rejts el ott egy nap, akkor ebben rejtsél el ott valamit. Legyen ilyen műmegtalálás, tényleg, az de rossz, Jézus már. Fölmegyek, elásom előre, és ott megtalálom a többi szülőnél. Mi mozog itt a bukorba? Egy tál, szilvás. Itt van valami. Minden szülő hozott valamit, felmondok címkézően. Jamie Oliver. Na jó, mesélek róla. Fél tíz múlt pontosan egy perccel. Játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello! Bogi! Igen? Yeah. Mi van? Igen. Bogi, onnan hívtál minket, hello? Budapestre. Budapest, és mit csinálsz? Mivel foglalkozom? Hát, szakácsnak tanulok. De jó! Szakácsnak. Az jó? Az jó, abban most kevés van. Hát, tulajdonképpen már mindenkiből kevés van, ott tartunk. Most a pékeket hallottam, hogy már nincs elég pék. Most Ákos mondta legyen, hogy... 3000 pék hiányzik az ország. Elképesztő. Elképesztő. És egy tulajdonos mondta, hogy elnézést, nem tud több kenyeret sütni, mert nincs elég pék. Elfogyott a kenyeret. Már ő is, igen. Már mindenki, aki arra jár. Kemény. Bogikám, hol vagy? Nagyon fúj a szél. Úgy értem. Vágóhídi Audi parkolóban állok anyukámmal. Aha, tényleg? Fel az ablakot. Mama milyen kis csendes. Hogy hívják a mamát? Anyukám. Na, rá gondoltunk mi is. Úgy értem, hogy mi a keresztneve. Horvátné anyuka Krisztina. Anyukám jöjjön ide. Timi. Te hogy szólítod egyébként? Hogy szólítod édesanyádat, Timit? Anyu. Anyu, hogy szólítalak? Jó van, segít a mama majd egy picit, biztos, nem? Biztos. Mit csinál a mama? Nagyon csöndben van, nem mond semmit? Már figyel. Én kiszálltam a kocsiból, már trácsag. Ja, ő pedig integet, hogy engedj ki engem, és kislány, mert rohadt meleg van itt. Kiszálltam, rányomtam a központit, mama. Mama már picit lassabban lélegzik. Az nem az, az utolsó kosárért verekszik valaki. Igen. Összeverekedett a laminált osztály. Egy kis nyugdíjasa. Jó van, Timi, figyelj ide. Na, így szól az első kérdés. Milyenek a kérdések, Jani? Ja, mondtad, hogy halálosan könnyen. Ki volt az első magyar profi ökölvívó világbajnok? Kovács István. Így van. Menjünk tovább. Ami kokom. Érted a tiéd? Igen. Hány karátos a színarany? 18. Nem, az a 24. Mama nem segített? Mutogatott itt nekem nagyon, de nem, csak veri az ablakot, hogy engedd le. Nem, meg kiszúrt egy akciós propolépizós padlóápoló. Igen, nem, 24 karátos. 24 karátos, Bogi. Olyan, hogy ez a színarany, hogy ebben nem is nagyon készítenek semmit, mert annyira puha. Igen. Most mi legyen? Itt vagy, Bogi. Itt vagyok. Jól van. A mama mit mond? Mama? Levegőt! Hát... Puszi, Bogi, elköszönünk. Puszi. Szia. Pusziuk mamát is. Ciao, ciao. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Bogi nem volt az a bőbeszédű. Na, hát van ilyen is, nincs ezzel. Nincs ezzel baj. Fél tíz múlt, pontosan 4 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Klassz FM.
utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Három negyed. 10 lesz pontosan. 6 perc múlva a szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Gáborunk itt volt, ugye, ami drága biogabink, és arról beszélt, hogy milyen vitaminokat kell pótolni a gyerekeknek. Hasznos dolgokat mondott egyébként, hogy ha a gyerek kevés zöldséget, gyümölcsöt eszik, akkor mi az, amit ő feltétlenül pótolna. Sok jó dolgot mondott, talán amit nem is mindenki ad a gyermeknek. Erről beszélgettünk egy picit a gyerekekről, valamint ugye beszélgettünk a téves utalásokról is, ugyanis hát kiderült, hogy egy magyar cégnek, azon belül Novák Tamásnak 146 ezer forint helyett egy fordító irodába 146 ezer eurót utaltak el. És Tamás is megszólaltattuk, egyrészt, hogy mit szól hozzá, kettő, persze nyilván tudjuk, hogy ezt vissza kell adni, mert előbb-utóbb az embert megtalálják, mégis eljátszottunk a gondolattal, hogy ki mit csinálna, ha megszólalna benne a kis ördög, és egyszer csak megérkezik a számlád a 40 millió forint. Milyen kiskapukat találnánk, hogy legalábbis, ha nem is, ha vissza kell adni, legalább ne azonnal kelljen. Erről beszélgettünk. Kiderült, hogy van egy-két lehetőség azért van, az ember kezében. Van, és kezdeményezni fogjuk, hogy Tamásról nevezzenek el közt, utcát, teret, dűlőt, vagy olyan, mert hogy az ország legbecsületesebb embere. Úgy tűnik. Igen. Vagy csak nyilvánosak a cégadatok, és hamar megtalálták. Kell még a meló. Igen. Németországból jött egyébként neki a pénz, egy fordítás után, ugye egy német cég. És ráadásul az ügy pikantériája, hogy a cég nem vette észre, tehát Tamásig szóltak, hogy haló, többet utaltatok. Na, erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Rendes gyermek ez a Tamás. Az. Rendes gyermeke az úrnak. Visszautalt, egyébként nyilván nincs, előbb-utóbb azért kiszúrták volna, de érdemes. Jó, de legalább volt egy kicsit küzdeni ért. Hát, ha marad. Nem? Én itt az a jó kérdés, hogyha megforgatom és hozok rajta, akkor az az enyém. Azt de ilyen, akkor az az enyém. Ha, igen. Na, de akkor használatba vettem a pénzét. Már... használtam, és a kockázati tényezőnek vetettem alá. De nem buktad el? Nem buktam na, el. Na, ha elbukod, akkor az nyilván másik történet, de őnek ahhoz, hogy egyébként most a két hónapig nyaraltatod itt-ott a pénzedet, és abból lesz valami, az neki semmi köze. Szerintem. Nem? Hát próbáljuk ki, utaljon át neked valaki 40 milliót, én gyorsan megforgatom, aztán mondom ketté, a ketté dobjuk a hasznot. Nem? A gyorsan megforgatom, az jó, ha ezt mondják neked, Jani? Gyorsan megforgatom. Ez mindig gyanús. Az mindig gyanús. Ezt hallottunk érdemben az országban. Élek, megcsináljuk. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Gyorsan. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Nem tudom, én ebből mindig félnék. Gyorsan megforgatomtól. De egyébként, ha megforgatja, és az alaptőkét visszaküldi, akkor miért ne? Akkor hozzá nincs, vagy igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Azzal már ő dolgozott. Halló! Halló! Morning show, hello, ciao! Halló, sziasztok! Szia! Ma nagyon érdekesek a hallgatóink, akik telefonálnak, vagy akiket mi hívunk. Hello, hogy hívnak? Szia, Zoli vagyok. Zoli, hello! Hát elfelejtetted, hogy írtál nekünk SMS-t. Hát igen, sajnos. Igen, hol hallgatsz minket, Zoli, merre vagy? Én Pestre vagyok, villamos járművezető vagyok. Tényleg? És most van éppen szünetem, és ezt a vágában nem volt, egy pár százszor küldtem már, hogy pont most írtok. Látod? Hát mindig mondani kell, hogy mondni, és mindig mondani kell. Pedig már várogatom egy pár éve azt a csomagot, de majd egyszer talán. Most már nagyon közel voltál, már majdnem megvolt, igen. Az SMS, amit írtál, így szól, sziasztok fiúk, hónapokkal ezelőtt megvettem két jegyet a szombati BL döntőre, csak az a baj, hogy elfelejtettem, hogy akkor van az esküvőm. Kérdés, nem akar valaki házasodni? Nagyon szerettük. De jó. Komoly a történet, vagy hülyülsz? Tessék? Komoly a történet, vagy csak hülyültél? Nem, interneten fut nagyon mostanában. Ja, jó, azt hittem. Gondoltam, megosztom, mert volt, beszéltetek az esküvőek kapcsolatban. Mondom, milyen durva sztori a reális, hogy BL döntő egyszerre házasodásra, azt mondom, hogy zajlik az életed, mondom, igen, Zoli, milyen jó. Ha ez csak egy vicc, akkor értem. Jó van, Zoli, hát ajándékcsomag nincs, de te vagy a naphallgatója, van egy-két plusz ajándékunk, majd a reklámblokkot, ha még tudod, hallgass meg, és akkor küldjük neked azokat. Rendben, köszönöm szépen. Melyik vonalon vezetsz, hol vagy villamosvezető? Hát, 69-esen vagyok most, aztán szoktak rakni a 62-esre, 3-asra,
Amikor, hogy beosztás szerint, tudod. Aha, tehát aznap tudod meg, ma mondod, ma megmondják neked, vagy ez hát a beosztás? Nem aznap, van egy hónap végén felveszik a beosztást, és akkor az megvan egy hónapra, hogy mikor, hol vagyunk. Aha. Ja, ja. Kérdezni akartam, hogy ennyire jó vagy, vagy hát, ha majd ott összejön. Én nagyon jó vagyok már. Belőletek is, már mindent tudok rólatok is, szóval amennyi ideje hallgatlak benneteket, már ismerem a kolbászos Ferit, az akciós János is, és a gazdag Balázs is. Azt hiszem, meg is vagyunk, igen. Mindent tudok rólatok. Nyugtasd magad azzal, hogy az összes sztereotípiát ismered. Igen. Jók vagytok, mindig hallgatlak benneteket. Hogy hallgat? Vezetés közben hallgathatsz bennünket egyébként? Dehogy is, Balázs, hát ne, ilyet ne feltételez. Mindig, amikor tehetem, amikor otthon vagyok, vezetés közben nem szabad hallgatni. Nagyon helyes, Zoltán. Nagyon helyes. A BKK és a BK nevében megdicsérlek ezért a választ. Hát köszönöm szépen az elismerést. Rutinos válasz volt ez. Igen. Zolikám, és mivel telik a pihenőidőd? Mennyi pihenőidőd van? Pár perc, vagy negyed óra, fél óra? Hát most éppen 9:15-től 10 óráig van. A betyára. 10-kor átveszem a villamos, és 10 óra 5-kor elindulok Újpalota Erdőkerülő utcáról. Uh-huh. 69-esről. Most ez egy elég jó szám, korán végez délbe, szeretem, igaz, hogy korán is kezd, de hát... De korán végzel. Igen, azt szeretem inkább. De jó. Hogyha korán végzek. Egy pici kis betekintés a villamos vezetők életébe. Hát milyen helyes ember vagy te, Zoli. Jó, van, küldjük neked a plusz ajándékokat, jó? Ne add föl, írjál, aztán előbb-utóbb összejön. Jó? Jó, rendben. Ciao. Köszönöm szépen. Hello. De helyes volt. Nagyon jó arc volt. Nagyon jó arc volt, igen. Csabikám, mondj valami olyan zenét, ami még sose ment nálad. Olyan nem tudok mondani, viszont jó hírem van, hogy... Hát, órákig tudnád sorolni. Hogy mi nem ment. Ugye hétfőn elindult a Klassz Nyár sorozat, a Klassz Nyár 2016, és a következő órában kettő olyan világsztár is jön, akiket élőben láthat a kedves klassz hallgató a mi segítségünkkel. Jazz Glynn és John Newman. Egyik nagyobb név, mint a másik. Jazz Glynn. De egyébként ebben a sorban van a Red Hot Chili, van a Kensington, van a Nickelback, csak hogy mondjak a Janinak is érdekességeket. Ők mind jönnek ide? Vagy? Mind jönnek ide, és mindnek a koncertjére lehet majd belépőket nyerni. Ezen a héten viszont Rihanna van terítéken, majd a Klassz délutánban lehet játszani pirossal. Úgyhogy folytatódik az őrület. Nem kell más tenni, csak figyelni a Klassz FM-en. Nagyon odafigyelni, fülelni, hűségesen, kitartóan. De hogy tolja, nem? Hát figyel, hogy te szereted ezt, senki nem szereti. Csabikám, nagyon sokan szereti. Ja, úgy igen. Elhájpolta, de jó is ez, jó is ez. Ja, a Red Hot-a mi van? Nem mondott, hogy beteg az énekes, és lemondják a koncertet? Nem az volt, hogy kórházba vitték az énekesüket? Vagy ez egy másik történet, nem is a Red Hot, és nem is vitték kórházba? Aha, én nem emlékszem rá. A legutóbb Anthony kérdéssel kapcsolatban a legutóbbi dolog, amit olvastam, az az, hogy annak idején rárepült görög zitára. Nem, Bali nem téved ebbe, higgyetek el. És dupla koncertet adnak ráadásul. Komolyan, úgy hallottam kórházban. Pillanatok alatt elfogytak a jegyek. De addigra meggyógyul, ez szeptember eleje. Na jó. Sabin, a kívánság műsorral 555-55-00, mi pedig jövünk, és nem elfelejteni, hogy holnap. Például fent az interneten írjátok be a Google Map. Szóval holnap gyermek tehetségkutatás, mert hogy közeledik a gyereknap, ha nem tudjátok, hogy mit vegyetek a gyereknek ajándékra, a gyereknapra, akkor nálunk megnyerhet a gyerek egy bödörnyi jégkrémet, a családnak pedig egy hűtőszekrényt. Ehhez azonban a gyermeknek csinálni kell nálunk valamit adásban, de ennyi a megkötés. Hát ennél könnyebben még soha senki nem nyerhetett hűtőszekrényt, ezért ad a jégkrémet. Odaadod a gyereknek a telefon, és azt mondod, adásba hagyd kicsim, és hátralépsz. És megnézed, hogy a gyerek mit csinál. Héttől tehetségkutatás, jó? Van egy e-mail címünk, ez a minisztár. minisztar@klassfm.hu. Itt lehet jelölni a gyermekeket, jó? Holnap pedig héttől tehetséget keresünk. Uh-huh. De csak egy napig, tehát nálunk ez nem egy hosszú idő, csak a gyereknapra való tekintet. És tudjuk, hogy Celine Dion nem Celine, az egy poén volt. Így van. Csabi, a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred.